Sokkal inkább a szép dolgokról, és ami egy ilyen eredményes pályafutás, mint a Mészői Kálmán úré, sokkal inkább a szép dolgokat elevenítsük föl, és azért jött el ilyen szép számú közönség ide, hogy szerette Mészői Kálmánt, szereti Mészői Kálmánt, kíváncsi az életútjára, ahonnan indult, a harmadik kerületi PTD-ből igazolták le a Vasashoz 1959-ben, ha jól tudom, ha nem, akkor javítson ki Kálmán, 58-ban, köszönöm. És már is 1960-nál vagyunk, egy nagy sikerű UEFA ifjúsági tornánál, erről is, hogyha mesélne nekünk, illetve hát a 62-es VB, amit ugye itt az idősebbek rádión keresztül hallgattak, és a Tihinek a szabályos meg nem adott góljáról, a Latisev bíró ténykedéséről, és van még itt nekem feljegyzett a terve, úgyhogy majd igyekeztem készülni. Úgyhogy átadom a szót Mészői Kálmánnak. Hát akkor engedjék meg még egy jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttek. Megtisztelő számomra, és megmondom őszintén, hogy minden egyes ilyen kedves megkívásomnak próbálok eleget tenni. Legtöbbször épp meséltem itt a Laci barátaimnak, a Albert Floriánnal szoktam együtt menni, hisz abban az időben is elég kemény ellenfele voltunk, de a legjobb barátok voltunk játékos koromban, meg most jelen pillanatban is. Egy hajóban vagyunk, mert ő is 1941-ben született, mindig. Én egy kicsivel elő fogom betölteni a 70-et, ő csak utána majd szeptember, október van a szám az ő születésnapja. Na most, amit örülök, hogy ennyi kis ráccal, és figyeltem egy-két a frizurát, már benyomjátok ilyen angolosan, hogy meg kell, hogy legyen, hát az természetes. De ott is vannak, gondolom, azok is kis klassz futballista srácok. Hát amiről szeretnék beszélni, hát most nemrégiben volt, biztos önök is olvasták az újságban az MLS-nek ez a fóruma, amit örömmel vettem, megmondom őszintén. Csak jó lenne, hogyha máshol nem csak beszélnék megint róla hosszú időre a fórumról, hogy mit kéne, meg hogy kéne csinálni, hanem valóban tényleg az történne, ami nagyon sokan szeretnének. Az eredményesség az várat egy kicsit magára, de azt mondom, hogy jó úton haladnak, és főleg aminek én örülök személy szerint, hogy végre újra magyar kapitánya van a válogatottnak. Én ezt a palit, bocsánatot kérek, nem akarok sérteni. Egyszerűen nem bírtam. Én is voltam külföldön szövetség kapitány Törökországban. És tudom, hogy mit jelent kint külföldön dolgozni, de én reggeltől estig a magyar kapitány voltam akkor is, de a török kapitány voltam reggeltől estig benn a szövetségben, vagy kín a pályán voltam. Törökországban olyan nagy távolságban, ami repülőrekedben, de voltam, hogy egy csapathoz egy hétig egy helyen voltam, és ismerkedtem a csapatokkal, ismerkedtem a török futballal, stb. Ezt a külföldi szakemberekkel.
hát nem tudtuk megértetni még sajnos a bizonyos mértékig a legnagyobb sztárként és nagyszerű játékosként itt nálunk dolgozó Mateuszal sem. Tehát ez egy örömteli volt ez a váltás, és én egy bizakodva nézek így a jövő felé. De hát egy kicsit hagyj menjek vissza, hogy egy kicsit azért, hogy nagyjából tudják is, hogy ki is ez a Mésző, meg hogy volt, meg mint volt. Nagyon hosszan lehetne ecsetelgetni dolgokat, de én 1941-ben születtem, és borzasztóan szerettem, hát akkor a velem közelebbi korban élő fiatal emberek, hogy úgy mondjam, tudják, hogy a mi időnkben azért ilyen vándorcirkuszok voltak, és különböző tereken, különböző udvarokban állították fel a cirkuszt, sátrat, és hát mi minden ott voltunk, segítettünk építeni, bontani a sátrat, és ezért bemehettünk ingyen a cirkuszba. És én mindenféleképp jó formáztam, artista szerettem volna lenni, és mindent elkövettem, hogy a testes órákon is különböző lelken kitűntem, egy gólának a tetején álltam kézen, meg különböző akrobatikus dolgokat csináltam. A bátyám még azok tervezetesen futballoztak, és aztán volt egy akkora nagy esésem, hogy hát nem akarok ilyen szakszavakat használni a tornában, de Rundel Flicknek hívja, hogy neki kell futni, cigánykerék, kifordulsz hátra, szaltó, és beesel a szőnyegre. A szőnyeg már rég kiment alulam, és pont a térdem tettem rá. Akkor annyira megijedtem, hogy utána fölmentem a gula tetejére, és a tetején is itt majd megcsúsztam, ilyenkor már sorozból jönnek. De ezen 10 éves korban gondolják el, mert úsztam a bátyámékkal, és mellette a téren futballoztam. És akkor ezekből a kisebb sérülésekből megijedtem, és már nem mertem úgy oda fölmenni, már nem úgy ment a torna, már másképp néztem. És akkor a bátyámék levittek, 1952-ben kezdtem el a háromkedben futballozni. Hát a bátyám az nagyon ügyes, nagyon tehetséges játékos volt, meg a barátja is. És az volt a dolog, ugye, hogy én voltam egy kis szerencse maradt, és én cipeltem az ő szerelésüket, mert ők voltak a menők, és aztán csere játékosnak néha bevetettek a bal szélre ilyen szerencse malacként. Hát szerencse talán ez így a gyerekek felé mondom elsősorban, mert annyira tudnám más szavakkal is mondani, hogy mit csinált a csőrömmel, hogy nem tudok bekerülni, nem játszom a csapatba, szerelés cipelem a bátyáméknak. És volt bennem egy ilyen csak azért is, hogy nem létezik, egyszer be fogok kerülni. Hát mindig betettek a bal szélre, jobblábas voltam, de hát kitettek oda a széle felé. És egy bizonyos idő után jött egy mérkőzés a 3-2 gyerekeknek az MTK ellen. És volt egy nagyon-nagyon jó center, akkor még ugye ez volt Botozsan neve, a védelem közepén a játékban, center off játék, és az a srác nem jött el. És mondja az intéző bácsi, hogy öcsi, menj hátra, játszad. És az MTK-re játszottunk, állítólag nagyon jól játszottam, szögletből berúgtam még 2 gólt, és fejeltem. Az egy adottság volt ez a mozgás, meg a, talán a torna és az akrobatika az abban segített, hogy nem féltem fölmenni, ugrani, támaszkodni, és ebből kifolyólag fejeltem 2 gólt, és a Bukovi Marci bácsi, nagyon híres, nagy labdarúgó edző, ott volt ezen a mérkőzésen, és végig oda jött a meccs után, és mondja az intézőnek, hogy hogy hívják ezt a gyereket, Mészék Kálmán. Na, figyeld meg, ez lesz az egyik legnagyobb centerlap az országban. Mondtam, 10-11 éves voltam. Hát ez megmaradt bennem, és aztán vissza is értem vele, úgyhogy mindig mondtam az edzőnek, hogy Rudi bácsi, hát nekem azt mondta Bukovi Marci bácsi, hogy én ilyen játékos vagyok, az öreg csak legyintett. Na mindegy, de egy dafke volt bennem egy akarat, hogy kéne, hogy ebből valami kiért. Hát végül ki is jött, mert 52-től 58-ig játszottam a háromkedetbe, és a háromkedet egy olyan nevelőegyesület volt, hogy mindenki az MTK-ba ment. Hidegkuti, Palotás, Kétszincsák, Börzsely Jani bácsi, hát nagyon sokan. És akkor az idősebbek emlékeznek, a Sipos Feri Európa egyik legnagyobb centerhapja volt. Nagyon nagy barátom is lett a késerek során, és nagyon sokat játszottunk együtt. És mondja az apám, hogy öcsi, oda nem lehet elmenni az MTK-ba, mert a büdös életben nem kerülsz, és nem lesz benned semmi. Azt se tudtuk, hogy mi az a vasas, vagy mi van, vagy hogy van. Hát összehozta az öreg, hogy leküldtek a vasasba, pont akkor hagyta abba a Kontakarcsi nevű nagyon jó régi futballista, és oda kerültem a vasasba. 58-tól 2 évig majszoltam a tartalékok kenyerét, már sírtam, már minden bajom volt, apám csak mindig mondta, öcsi, fussál, erősítsi, akkor nem voltak még ugye súlygolyók, meg köveket emelgettünk, fekvőtámaszokat csináltunk, másztunk fel a fáradtunk, húzogattunk magunkat, és akkor kicsit az ember erősödött.
mondta nekem, hogy öcsi, nem mész sehova, hajtsál, készülj, becsülettel, egyszer kell bekerülni, és utána soha többet nem szabad kiesni a csapatból. Hát úgy is volt, ugye 58-ban kerültem oda, 59-ben bekerültem, 58-ban már ifjúsági vállalat voltam, 59-ben aztán standard játékos lettem a ifjú vállalatot, és 60-ban megnyertünk az ifjúsági Európa-bajnokságot Bécsbe. Nagyon jó a csapatunk volt, többek között a barátommal, a Farkas Jancsival, akinek nagy érdemei voltak ebben. És ahogy hazajöttünk Bécsből, mint Európa-bajnokok, Rudi bácsi is egy kicsit másképpen vett, és betett az első csapatba. És innentől kezdve, hajzik, hanem olyan szerencsés momentumok is voltak, meg olyan villámgyorsan ment, hogy gondolják el, hogy 60-ban bocsánat, ifjúsági Európa-bajnokságot nyertünk, 61-ben válogatott lettem, 62-ben már a chilei világbajnokságon minden meccsen játszottam, 64-ben 23 évesen lettem Európa válogatott először, Jugoszlávia Európa válogatott, a földrengés károsultak részére volt egy ilyen jótékú célú mérkőzés. Tehát minden úgy jött, hogy olyan hihetetlenül, hogy szinte elképzelhetetlen, most belegondolok, hogy tényleg hogy volt benne persze szerencsés dolog is, de amit a fiatalok felé mondanék, nagyon nagy magányok voltunk, tehát nem volt, hogy egyszerű a farkas nézőt kordába tartani, mert azért minden bennünk volt a mindenfajta értelemben. Nagyon gyorsan megtanultuk, hogy nem csak a szóda a jó, hanem ha van benne egy kis savanykás valami, akkor az még jobb, egy kis flöcs, vagy valami ilyen dolgok. Úgyhogy egyetlen egy nagy pozitívum van, hogy soha az életemben nem dohányoztam. Ennek nagyon sok előnyét látom most is, most már lassan 70 évesen, de azért a többiben azért oda-oda tettük magunkat. Jóban, rosszban, azért kezdtem a Lacinak mondani, hogy azért volna egy-két olyan negatív dolog, hogy gyerekek miatt nem lehet termesség, de hát ez hozzátartozik az élethez, azért gondoljátok csak bele, majd megtudjátok, kicsit nagyobbat tesznek. És tulajdonképpen, hát ugye a Vasasba olyan légkörben, olyan játékosok közé kerültünk, és tartoztunk hozzá a Vasas családhoz, hogy Bundzsán, Berendé, Radoly, Csordár, Szilágyi, Szilágyi kettő, hagyd nem mondjam a neveket, azt sem tudtuk, amikor bementünk rá, hogy csókolót köszönjük, vagy hogy köszönjük, mert akkor ez egy más időszak volt. Elfogadtak, neveltek, tanítottak bennünket, és nagyon büszkén merem azt mondani, hogy rengeteg kísérésnek voltunk kitéve, hogy lelépjünk az országból, lelépjünk a csapatból, játszottuk a Real Madrid ellen, meg különböző, hagyd nem mondjam a nagymérő egyesületeket, és ezt a három körbe hoztam magamnak, meg a Vasasból, hogy ezt az országot én soha el nem hagyom, akármi történik, akárhogy van. Ez valahogy belém nevelődött. Ugye akkor elég katolikus vagyok, és elég sok kittenóra volt meg minden az égvilágban, és azok azért nagyon-nagyon hasznosak voltak a mi számunkra. Ezt azért mondom, bocsánat kérem, egy iskolában vagyok, és van itt egy csomó kisgyerek, hogy nem akarok én senkit meggyőzni, vagy megprédikálni, hogy mit kéne meg a vallásnak, stb. De rengeteg ereje van. És rengeteg ereje van a közösségnek, a barátságnak, az összetartozásnak, amiket mai eszemmel, mai szemléletemben hiányolunk. Nem tudom önök, hogy vannak ezzel. Vidéken mindig egyszerűbb volt a dolog, mert dolgoztam vidéken is, és sokkal összetartozóbb volt a vidéki ember, mint a pesti, ilyen tekintetben. De a mi időnkben egy összetartozás volt. Mindegy, hogy a Vasasba játszott a Fradiban, hogy volt, más volt, és ezt én most nagyon-nagyon hiányolom. Ezt csak kiegészítőként szerettem volna mondani. Tehát egy szerencsés lurkó voltam, jó magam is, a Farkas Jancsi is, mert rögtön elfogadtak az idősebbet, jöttek ugye a közép-európa kupa mérkőzések, jöttek a válogatott mérkőzések, jött aztán a rendes bajnokcsapatok kupája, ami akkor még az más volt abban az időszakban, és rögtön ott voltunk a siker teljes küzdőpén, ugye 103 ezer nézőt játszottuk a Vasas Intermeccset, akkor még a stadionban. Ha a rangadók, a kettős rangadókat játszottuk, és Florival voltunk csapatkapitányok, amikor elővezettük be a csapatot, körbenéztünk, kb. 50-60 ezer néző volt. Azt mondja a Flóri, mi van, meg vannak ránk sértődve? 50-60 ezer néző, mert 79-en ez voltunk szokva, hogy úgy játszott a csapat, és hát miből kifelé történik a dolgok. Tehát mi is akartunk, játszottunk is, kijutottunk a VB-re, kijutottunk az EB-re. A Lakat Karcsi bácsi egy csodálatos edző volt, csodálatos csapat szeretett össze. Olimpiai bajnokok voltak majdnem minden egyes induláskor az olimpiai csapat. Nagyon jó játékosokat tudott összeszedni. Tehát egy csodálatos időszak volt, csodálatos jó dolog volt a mi szempontunkból is, mindenféle tekintetben. És talán az utána következő fiatal társaság, aki a Vasasban volt, azok is egy más szellembe kezdtek
játszani a Vasasban. Nagyon hosszú ideig így ment, aztán jöttek itt is váltások, hát ha visszaemlékeznek, én nekem az életem legkedvencem és a legszuperebb edző volt a Baroti Lajos bácsi. Mellette ugye asszisztensként a mostó apánk, a Iroszki Rudi bácsi, a Farkas Jancsival, mert minket keresett. Mi, ha egy fél órára, egy órára eltűntünk, és ugye 11-re meg belgott határvíkó kell otthon lenni. Hát mondjuk mindig megcsúsztunk egy minimum egy fél óra, egy óra, hát mindig volt valami dolog. Mindig megbüntetett. És mondtuk neki, egy Rudi bácsi, hát mindig minket büntet a Farkas Jancsival. Hát azért mi vagyunk itt, akik húzunk, csináljuk, jó, játszunk a csapatban. Azt tanulják meg, mindig azt a lovat ütik, amelyik húz. Szóval voltunk, kaptuk rendesen. De amit a Baroti Lajos bácsi és az Ilopszki adott nekünk, és a Lakat Karcsa bácsának csak egy bizonyos idő után a tanár úr, mert az olimpiai csapatban csak vendégként kerültem én oda, hogy olyan mestereink voltak, és olyan szaktudással rendelkeztek, hogy amíg ez a békés, ez a klassz dolog volt, addig a magyar labdarúgás is ott volt. És aztán egyszer egy bizonyos, hát nem is tudom, nem merem én sem megfogalmazni, meghatározni, mi volt az, ami miatt mi egyszer csak jött egy ilyen bőrbe és lefelé. És Isten őriz, hogy megbántsa, ami a hőleg már nincsenek közöttünk. A Sós Karcsi bácsit nagyon-nagyon tiszteltem, nagyon szerettem. Ő 7 évig elment az NDK-ba, volt nagyon sok pénzt keresett. Állandóan ütöttük, vertük a magyar vállalatot, többéket, akárhogy álltak föl. És visszahozták kapitánynak. Lajos bácsi elköszönt, elment. A Rudi bácsit azt beváltották, az elment Görögországba edzősködni. Jött a Lakat Karcsi bácsi vált az olimpiai csapat edzője, és jött a Sós Karcsi bácsi. Hát gondolják bele, hogy én már akkor 26-27 felé voltam, és kiabelte nekem a pályán, amikor játszottunk edzőmeccset, hogy Lóri! Lórán! Azt hittem, én vagyok a Lórán, mert még az volt benne. Elfelejtette, nem is ismerte a neveket. A Vinkovics nevű masszörünknek Sinkovicsnak hívta. És akkor kérdezték, hogy hol a Sinkovics? És akkor mondták neki, hogy hát a Nemzeti Színháza most vinkeli magát, mert készül az előadásra. Akkor röjjött, hogy milyen diszton beszélnek vele. Szóval abban az időszakban teljes káosz volt a vállalatcsapat körül, nem véletlen, hogy nem tudtunk kijutni, volt a Marseille, ugye Mohácsi rész, úgy neveztem el, meg én is úgy elmondtam, hogy a mi időnk lejárt, el kell menni, mert ez így nem jó. Tehát rengeteg olyan negatív dolog kezdődött lenni, amely a futballunkat megmételyezte. Akkor bizonyos mindig volt egy kis fellángolás, még ha visszaemlékeznek, 78-ból Valóki Lajos bácsi lett a szövetség kapitány újra, és sikerült a csapatra kijutni Argentinába. Sajnos ugye az argentinokat kérdeznek egy csoportban, történt a balé, még a VB előtt ugye a két mennyasszony feleség elvett valami áruházi akármét, akkor ebből volt a balé, kiérkeztek oda a csapat, ugye, és ott pedig kiáltották a két játékosunkat, ugye, Nyilasi és a Törőcsiket. Szóval sok negatív dolog volt, és nem sikerült továbbjutni. Ezután ugye jött egy váltás, én most a játékos pályafutásomat ezt most kicsit félretettem, majd később is olyan mondok ezzel kapcsolatosan egy-két dolgot. Ugye én az édesapámnak nagyon komoly végzettsége volt, de hát én abszolút nem akartam volna főkönyvelő vagy ilyen gazdasági ember lenni. Jogi egyetemre jártam, azt is ott hagytam, és átnyergeltem a TF-re. És mindenféleképpen futballba akartam dolgozni. És akkor így kerültem, hogy tulajdonképpen, hogy edző lettem, kapitány, nagyon gyorsan kapitány lettem. És lett egy nagyszerű csapat, ami kijutott 1978 után a 82-es világbajnokságra. Nagyon jó garnitúrával, edzői stábbal, játékosokkal, stb. Utána leköszöntem ugye 83-84-be, és akkor a mezei vette át. Ő is kijutott 86-ba, még Mexikóba. Történt, ami történt, nem szerettek róla beszélni, mert ez nagyon kellemetlen dolog, hogy egy volt kollégával rémonyak valamit, és egy borzasztó csúnya vereség volt ott a végén. Attól kezdve megint lent vagyunk valahol. Most ezeket azért említettem ilyen gyorsan, mert hogy mondom, volt ez a Magyar Labdarúgó Szövetségnek ez a fajta, hát egy ilyen fóruma, és ott mindenki fogadkozott, mindenki letette a nagy esküt, stb. Stb. Értem is tulajdonképpen ezt az egészet, amit felvetettek, de mégis vannak olyan dolgok, amelyeket én talán a koromban fogva is elfogadják tőlem, nem tudok egyet érteni. Mi nem voltunk gazdagok, nekünk egyetlen egy szerencsénk volt, amiből egy kis pénzt tudtunk keresni, bocsánat a kifejezését, csempésztünk. Van hallgatólagosan engedték, ugye, hogy mit csináljunk, meg hogy csináljunk. Hát
Nekem a farkas öncsi volt a spanom, és ővele voltam úgy, hogy mindig mit hozunk haza. És mi nekünk sose volt bukás, mert azért okosan hoztuk a aranyórát, nejlonórát, doxaórát, kornavinórát, esőkabátokat, stb. Stb. És minden a Jancsi volt a nagy matador, behoztuk el a tap, és akkor abból volt valamilyen pénzünk, de különösen nagy prémium nem volt. Tehát gondolják vele, hogy az Internacional ellen játszottunk, 103 ezer néző volt, és kértem a csapatnak startpénzt a vezetőtől, hogy az Inter az nagyon erős ellenfél, és kint kettőre kaptunk ki, hát itthon hátra valamit kikaptunk, sajnos itthon is tőlük, és egy buzjákot nem kaptunk, és egy hatalmas bevétel volt. Szóval ez egy elég furcsa dolog volt ilyen tekintetben. És hát akkor természetesen folyamodtunk olyan dolgokhoz, hogy mit tudnál becsempészni, akkor kezdődtek a samponok, meg mit tudom én, tudnék mondani, biztos, hogy önök fejében is megvan egy csomó dolog. De sose buktunk meg. Na most egyet hagyd meséljek el, egy kicsit vicces dolog, de megtörtént. Puskás Lajos, Puskás doktor, ugye a vidéki srác, az édesapja református lelkész. És egyikén út után berendelték a Gáspár Lefás irodájába, és egy borzasztó balé volt. És jön ki, a büdös Isten, de nem tudok káromkodni, mert ez vagyok, az vagyok, de hogy ti nem buktok meg soha, én meg rögtön hoztam egyszer egy ilyen nagyobb számú esőkabátot, és rögtön megbuktam. Mondom, Lajos, emlékszel, hogy mit csináltam? És hogy mit csináltam? Hát intézkedtem, hogy el legyen adnom. De mondom, levitetted az apádhoz a református templomban, letetted a sekrestyével, hogy fater, ezeket lehet árulni. Na most az öreget nagyszerű prédikátorot mondta a dolgokat, és mikor kezdett a végéhez közeledni, akkor mondta, kedves híveim, egyébként jön az esős idő, 300 forintért lehet orkánkabátot kapni a sekrestyével. Valaki fölgondolta, hogy a Puskás bácsi ezzel csendsel a bizniszel az első kabáttal. Hát ugye, igen, azt mondja, ez hiba volt. Na, szóval ezt csak viccesen akartam elmondani, hogy Jancsinak is megvoltak a nepperei, kinek odaadni, stb. Tehát ez volt sajnos nekünk az a plusz kereseti lehetőség, és hát nekünk nem is az volt, hogy most mennyi a prémium, meg hogyan a prémium, most ezt küszön önöknek, mert nem voltunk gazdagok, az abszurdum. Mi szeretettel, szenvedéllyel, aztán a vele jövő sikereket mi is szeretünk megfogni és learatni, de mi imádtunk futballozni. És ezt én valahogy más képpen látom. Még a saját gyerekeimnél az egyik az kapusedző, egy kisebb csapatnál, három kerületnél én nevelkedtem, meg a gázbőrnél, a Géza az meg ami, és ők se abban nőttek fel, hogy na most itt a pénz domináns meg az egész dolog, a futball iránti szeretet, stb. Lehet, hogy sokan azt mondják, na most jobban dumálni. Nem igaz. Aki nem szereti ezt a játékot, játékosként, edzőként, szurkolóként, az tényleg inkább menjen el. De elsősorban a játékos, a vezető, ha nem szereti és nem úgy állnak hozzá, akkor nagyon nehéz erről taprálni, fölállni. Kellenek a vagányok, kellenek a stricik, millió dolgot tudnék mondani. De ebbe a futballban csak az jöjjön oda, aki tényleg szíve délekkel. Jó, mi nem tudtunk kimenni külföldre, tehát nekünk nem volt ilyen lehetőségünk. Bár én nekem az, hogy voltam háromszor Európa-város, háromszor világválogatott, a Jasinak a búcsú meccsén játszottam, a Bobby Charlton volt az egyik legjobb barátom, a Beckenben a tartalékom volt, a cserém volt, amikor én kezdtem első Európa-válogatott játékomat, és az UAZ-ernek a búcsú játékán voltunk. Tehát annyira elismerés volt be, mi iránt, ugye az hihetetlen. Szóval ez egy olyan időszak volt, amit tényleg az ember szerette, és nagyjából föl tudtam érni, hogy vannak a külföldi profi csapatoknál a játékosok. Saját magam, mint ugye nem voltam külföldi profi játékos, ezeket nem tudtam így, és nem is irigykedek, hogy most ezek a mai srácok. De van egy csomó gyerek, akit a papa, két ügyvéd, három mit tudom én, és már viszik ki 16-17 évesen külföldre, és már hogy el kell adni a gyereket. Itt kérem még, hogy teljesítsen. Itt kérem még, hogy játszon, futballozzon. Ahogy nekünk megvolt a lehetőség. Mert amikor én bekerültem a Vasasba, az 58-as időszakban beszélve, akkor bekerült a Farkas, bekerült a Kékesi, bekerült az IASZ és a Mész, hogy négyen voltunk. Itt még be se került sehova, rögtön ment ki külföldre. Ott nem tud semmit elérni, ideig óráig ott van és játszik. Kap egy komolyabb összeget tervezve, jól jön a családnak természetesen. De nem mindenki csúcsákon úgy fejlődjön, hogy tudnék még 3-4 nevet adni. Viszont elviszik itthonról, elengedik, és hozzák, bocsánatot kérek, azokat az idegen légiósokat, amivel egy évig el voltam tiltva,
mert ugye a televízióban azt lehetne mondani, hogy ahogy leugottak a fáról, rögtön szerződést kapnak, rasszista lettem, ez lettem, az lettem. Miskolcon elmesélte egy barátom, hogy itt neveljük a gyerekeket, és nem tudjuk betenni a csapatba. Hova tegyük 17, 18, 19 éves srácokat? És be lett bizonyítva, talán a fiamok keresztül, aki elfogadta tőlem, nagyon kevés külföldi játékosa van, hogy saját nevelési gyerekeket kell hinni, bízni, ezekben a srácokban megnevelni, akarni, megtanítani őket, fussanak, akarjanak a sikerén, a címén, stb. Stb. Tehát ezek a dolgok ebben az időben, jó, vannak lehetőségek többnek, de állami támogatás nélkül, edzők olyan képzése nélkül, és bizonyos mértékig az anyagi javakat nem tudják emelni, nem lehet Magyarországon futballt csinálni. Szegényen él az egész ország. Szegényen élnek a kis csapatok vidéken, vagy egyáltalán nem is tudnak valahogy, ha csak egy-egy kocsmáros vagy valami maszek nem támogatja és nem segíti a csapatokat. Tehát teljesen más lett ilyen tekintetben a futball, és lehet, hogy ennek a kisrácnak is elmegy a kedvű. Ugye, és inkább elmennek, mit tudom én, bár ne tegyék meg, szimpózni, meg egy-egy különböző disznó helyre. Mi is elmentünk és belőttünk egy-egy főcsüt, meg mit tudom én, minden maraság meg tudunk csinálni. De azzal a szeretettel, azzal a szenvedéllyel, ahogy mi futballoztunk és ahogy mi csináltuk, azt ma nem érzem. Azt ma nem érzem a mai játékosoktól. Nem érzem az edzőkben azt a tüzet, hogy hogy oktassa, hogy mit csináljon a játékosaival. Ugye, hogy én amikor még nem edző voltam, ugye a Rudi bácsit kihívtuk, nem állt kérdeni, mert hát szegényként nagyszerű szakember volt, nem tudott látni, szerezni, kicsit rossz volt a lába, meg a bírgása. Ez mikor bejött a Radu Jóskával, és elkezdtek ellenünk játszani, akkor a Jancsi, mint Oxival rugott kettőt, csinálta a poénokat. Na jó, a Móka nem játszunk, mondta az Irozki, igaza volt, mert nem tudtak volna nyerni. Tehát az is egy más időszak volt. De az edzőknek oda menni a játékosok közé, nagyon sok fiatal tehetséges edző, ezt nem vitatom, de mégis nem olyan példaértékű dolgok vannak a gyerekek felé. Az ifjúsági válogatottnál vannak sokan tehetségesek. Az országunk kicsi, szegény, de a legtöbb menedzser az itt van Magyarországon. Hogy kerülnek ide, és magyar, és rögtön az első talán. Látott egyet, beszalad a nagymamához, a nagypapához, a nagypapa mondja az apukának, tehát ennyit mondott a Pali, miért nem oda, mit akartok itt a Honvédban, Vasagban, vagy bárhol, hát nem ott kell futballoztatni. Tehát én szerintem ezeket a nézeteket kell egy kicsit megváltoztatni, és jobban kell bízni a kicsikbe, a nagyokba, a felnőttekbe, és tiszta, hogy mondjam, vizet kell önteni a pohárba. Ha most visszatérve azért kicsit a játékos múltan, hogy azért mennyire így van. Hát ugye nagyon szigorú szabályok között értünk. Meg volt, hogy mikor kell otthon lenni, hányan, akkor elég sok büntetéspénzt fizettünk ezért egy jó páran, mert azért mindig volt valami kicsúszás. Éppen ma reggel volt a Magyar Labdarúgó Szövetségben egy ünnepség, a Ilász Kálmán, ő már betöltötte a 70-et, és ott köszöntöttük őt, és akkor mondott ő is egy-két dolgot, és mondják, hogy te Kálmán, te annyi helyen játszottál, annyi poszton játszottál, hogy a büdös Isten, balszélsőt játszottál, center, jobbszélsőt, aztán jobbeket, balbeket. Hát azt mondja, igen, nálam nagyon szigorú rendszer volt a Jóroszki Rudi bácsinál, mindig oda kerültem be a csapatba, ahol valakit ellenőrzött, és nem volt otthon, és nem játszott másnap a csapatban, mert nem volt időben otthon, kizárt a csapatban. Így játszott a Radu Jóska helyett jobb szélsőt, aztán így játszott a Kárpáti Béla helyett jobb hátérőt, balábot, stb. Stb. Tehát akkor ez nagyon szigorú dolgok voltak. De kétségtelen azért, hogy egy nagyszerű futballista volt a végén az Ilász Kálmánból is, már ő is sajnos nem egy karodó, egy kisfiú, de visszaemlékezve, hogy micsoda edzések voltak. Hogy gondoljanak bele, hogy vége volt az edzésnek, ha nem akarok meg és senkit megváltani. De voltam egy Ferencváros edzésén, és mire beértem kocsival a Váci útra az egyik bevásárló áruházba, már ott volt három Ferencváros játékos, és játszotta ezen a gépekkel. Hát mondom, büdös Isten neki, én kocsival jöttem. Hát ez hogyan büdös Istenbe ért be a tréning után, még fürdeni kellett meg, stb. Mert amikor mi játékosok voltunk, kötelező volt egyik nap a védők, egyik nap a csatároknak masszíroztatni. Na most ezek olyan érdekes dolgok lennének, ugye, és nem akarok itt ebben, mit tudom én, vitatkozni bárkivel. Végül az edzésnek le kell kezeltetni magát a játékosnak. Abba az időben. Ez megtörtént. Most előbbért mondom a bevásárlócentrumban, mint én kocsival, és már ott játszottak. Nincs kötelező masszázs, nincs ez, nincs az, és egy professzionális futballista.
Tehát ezek olyan fajta dolgok, amit elmond az ember, akkor csak néznek, hogy és ez tényleg, ez így volt, ez hogy volt. Na, visszatérve a mi játékos pályafutásunkhoz. Vége volt az edzésnek, nekünk mindig ki kell maradni. Először csak a Tértagudi bácsi, tehát valahol azért nem teljesen tökéletesen megy a rúgás. Jancsi a fejel, és abszolút nem megy. Próbál a Kálmának cselezni, szerelni, stb. És akkor kimaradtunk 30-40 perceket. Aztán volt egy olyan dolog, amikor célba rúgást gyakoroltunk. Azért nálunk is voltak a pályamunkások, ugye amikor már befejeztük ezeket a különböző futásokat, rúgásokat, akkor mondom, hogy sem rújjunk célba. Mi volt a célba rúgás? Hát azért hiába volt a pályamunkások, a sörös üvegek, a tolgat azért meg lehet találni a pályán környékén, és föltettük a kapufának a tetejére. De a fő volt téve. Aki többet rúg le, az a győztes, és a vesztes az meghívja a másikat, pacal, ső, stb. Stb. Fölteszi össze a farkasöncsi, öt darabot, lerúgott egyet. Mondom, amiket kezdjem el, hát mondom, egy nullad az. Mi a többet fogsz rúgni? Mondom, többet rúgok le. Na a lényeg az, hogy csináltuk vagy 4-5 ilyen partit, mindegyiket megnyertem. Azt mondja, azt mondd meg, Schwab, az anyád, büdös úristen, hogy te miért tudsz engem legyőzni, mikor én sokkal jobban rúgok, mint te. Te nem rúgsz jól, nem csinál, meg nem is gondolkodsz, hogy mi a jó. Hát miért? A farkas így tette fel a kapufára. Majdnem egy méter volt a két üveg között. Én meg letette úgy, hogy mint a biliárdnál, ugye, hogy ezt eltalálja, viszi mind a hármat rögtön. Hát nem teszed észre, te őrül, nézd meg, hogy mi van. Na, jó, ezt megnyertem, utána ment a következő. A következő rúgások mik voltak? 18-20-22 méter, még a kis Iász Gabi, kis fiatal gyerek volt, ő szedte a labdát meg, szerintem. És hogy ki tudja a felső kapufát 10-ből hányszor eltalálni. De előre kellett rúgni, tehát nem olyan. Rúgdostuk. Hát, hol a Jancsi nyert, hol én nyertem. De volt egy célja, hogy egy labdarúgó edzés befejezése után mivel fejezzük be és mit csináljunk. Hát ezt hosszú éveken keresztül gyakoroltuk, nagy pályán, aztán a tréning pályán. És annyira bejött már, hogy tökéletesen mindegy, hogy jobbal vagy balral, vagy hogy kéri. És akkor voltak a fogadások. Na ezek ilyen marráskodási dolgoknak tűnnek ugye, hogy miket csináltak a mészőjék, azon kívül, hogy azért tudtak is valamit futballozni, meg futni, erősíteni, ott maradtunk edzések végén kész. Eltelt nem tudom hány év, 20-25 év, kikerült Törökországba, a törőből meg lettem a szövetségi kapitánya. És volt egy asszisztens edző, a Kicsik Puskásnak hívták, az azt jelenti Kis Puskás. Azért lett Kis Puskás, mert az első meccsen kaptak egy 10-est az öcsi bácséktól, a második meccsen meg megverték 3-1-re, mert az egész csapat majdnem részeg volt, mert majd a törököket ez meg. És akkor ez a kis ember kérem mondták, hogy te fogsz állni a Puskáson, csak ő rajta állsz, és semmi más nem néz utána. És öcsi bácsi labdában nem rúgott, nem szerette az ilyen dolgokat, és akkor elnevezték ezt a gyereket Kicsik Puskásnak. Kimegyünk az első török válogatott edzésre, jött nézegetni, a nevemet nem tudta rendesen kimondani, Mezlő, Mezei, Hodzsa, és mondja, Hodzsa, hogy rúgsz? Mondom, jó. És ott a fél pályán, a fél körivel ott letéve a labdát. Azt mondja, tudod találni a felső kapufát? Mondom, melyikkel akarod, jobbal vagy a ballal? Azt mondja, menjen lábasra. Mondom, jó. Azt mondja, akkor balra. Mondom, mész, ezekre azt se tudják, ki vagy. Most, ha nem találod el. Ott a labda, hátra léptem neki. Amikor már ment a levegőbe, már elfordultam, éreztem, hogy na ez jó, hogy telibe fogom találni. Telibe találta a kapufát, és úgy visszapattant a 16-osig, így csinál a törőt. Halla, halla! És utána ment a többi edző, mondani, hogy itt van a néző, hogy te, ez mit talált el? Azt mondja, talált el még egyszer, mondom, figyelj be, most te következel, ha te eltaláltad, utána megint én jövök. Hát gyakoroltam még, még mindig ott lennék, talán ott a tényleg hagytam volna őt rúgni. Tehát ilyenfajta dolgok voltak nekünk játékos korban, és későbbiek során milyen jó volt. Na most a másik, ami egy másik ilyen dolog összehasonlítás, ezen tudok vitatkozni a fiamal, a Gézával is, ők így másképpen nézik. Én nagyon kemény és nagyon szigorú voltam játékosként is, saját magammal szemben is, mert azért, hogy voltak biztonságok, meg voltak ilyen dolgok, az igaz,
Tehát azért gondolnak bele, hogy annyi rosszat nem tudtam volna megcsinálni, hogy még tudja Európa vállalt lenni, vállalt játékos, 61-szer világbajnokságokon mindenhol játszani. Tehát azért nagyon-nagyon oda voltunk figyelve az edzésekre, és a játékra, és borzasztóan törekedtünk, hogy minél jobb eredményeket érjünk el. De edzőként az volt a hitvallásom, szeretni kell a játékosokat, hisz tudtam, hogy a Rudi bácsi bennünket nagyon szeret, az Ilovszki. De borzasztó szigorú volt, túlzottan szigorú volt, és büntetett, és azt én nagyon-nagyon túlzásnak tartom. Nyugodjon békére, öreg, remélem nem váltom meg semmit ezzel kapcsolatosan. De aki új ember volt, és aki meg tudott győzni mindenre, az a Barok Tilaros bácsi volt. Az a gyengén játszottam egy válogatott találkozó előtt, a klubmérkőzésen, rögtön az volt ugye, hogy este futottunk, mert éjfél 11-12 körül jelent meg a sport, és az MK aluljáróban. Akkor volt, hogy azért maradtunk el, hogy benn vagyunk a vállalat keretben, mert az újságok keresztül hirdették, hogy kik a vállalat keret, ahol. És nagyon gyengén játszottak a bajnoki meccsen. És benne volt, hogy mész, hogy kedden délután 4 alakul itt, és itt találkozó. Tehát mindig volt az emberben druk, hogy be tudok kerülni, ott leszek a vállalatokban. Ma sokan természetesnek leszik. Igaz, hogy egy bizonyos idő után mi is egy standard játékosok lettünk, hisz az idősebbeknek emlékezni kell, hogy a Baróti Lajos bácsi nagyon-nagyon ritkán cserélt. És volt egy olyan csapata, amit csak akkor cserélt, ha sérülés vagy betegség volt. Grosics, Mátrai, Mésző, Sárosi, Solymosi, Sipos, Sándor, Göröcs, Albert, Tihi, Fejdesi. Ide nem lehetett bekerülni, csak valaki megsérült. Mert annyira együtt ott ez a társaság. És rengeteget jelentett a Lajos bácsinak a személye, az asszisztensek, az orvos, a masszor. És én mindig ezt, hogy mondom, megemlítem, de ezt sívom vissza, hogy a mi mostani válogatott csapatainknál nincs ez a fajta, se az alcsapatnál, se a kisebbeknél. Szóval ez valamilyen hiányosság van ebben. Nagyon sok tehetséges játékos van, ez kétségtelen, ezt nem vitatom, meg az anyagi javak rengeteget jelentenek, de nem biztos, hogy ezek az első. Úgyhogy a mi időszakunkban, amikor akár közepelő kupa mérkőzés volt, jó, a pénz az persze nagyon fontos eszköz, de ezzel kapcsolatosan elmondok egy dolgot. Ugye játszottunk az egyik csehszlovák csapat ellen, ott kikaptunk 1-0, és itt 1-1 volt a fél idő. És bejött az egyik sportvezető, és borzasztó drasztikusan. A prémium az nem is volt szóval a prémiumról mérkőzés előtt, mert azt mondta, hogy ezt a meccset meg kell nyerni maguknak, és nem a prémiumban kell gondolkodni. És akkor bejött ez a vezető, és mondja, hogy hát ez tűrhetetlen, ez ami itt megy Kálmán, ez hogy létezik? Hát mondom, Pistán bácsi, egy kicsit másképpen kéne hozzáállni a dologot. Abból mivel étesz? Hát nem mondtam, én mutattam a kezemet, hogy ez nem volna baj, hogy ebből lenne valami. Már nem tudom, hogy mennyi prémiumot gondoltak, vagy a Runit megkérdezem, de 5-szörös teszek rá. Megyünk kifelé a pályára, hogy ide figyeltek az anyátok, jó Isten, ha most nem tudjuk megmutatni, hogy mi van, most már pénzt is betettek, minden. Másik fél rúgtunk egy 5-1-re megnyertük a mérkőzést, és este a Vasmacskában volt a banket, rögtön egy ilyen nagy lokál a Tóbudán. Tehát igenis volt foganatja, hogy egy kicsit, hogyha a pénz is hozzájön. De nem minden esetben ez a lényeg, pláne a fiatal korban lévő játékosok felé. A másik pedig nagyobb bizalmat kéne adni azoknak az edzőknek, akik lehet látni, hogy érdemesek arra, hogy a magyar csapatot a lehető legjobban tudják irányítani, tudjanak segíteni, mert úgy érzem, hogy kevés a lehetőség, nagyon kevés az a forgás a csapatoknál, az edzői körből, hogy ki tudnak oda kerülni, és ez bizonyos mértékig problémát okoz. A harmadik, ami a legrosszabb és a legnehezebb, mindenkit ismert az ország helyzete, az anyagi helyzetük értekintetben, és sajnos a klubunknak a 60%-a anyagi problémákkal küzdködnek. Rengeteg olyan külföldi játékos van, akinek nem itt lenne helye, nem is tudom, miből fogják tudni fizetni, vagy hogy fizetik, vagy mi ebbe az üzlet. Nem biztos, hogy a magyar futballnak ezt használni. De azok a tapasztalatok, amiket azért jó páran megszereztünk, azért talán erre is kéne kicsit többet adni, és többet kéne ezt tudomásul venni. És talán az ifjúságokat egy kicsit másképpen kéne úgy nevelni, hogy igaza van a szülőnek, amit már az elején kezdtem mondani, hogy azt akar, hogy külföldre kikerüljön, és jó, biztosított élete legyen, és ott majd fog tudni nevelkedni, tud tapasztalatot szerezni. De az öme az, hogy ha csak egy számot mondunk, 10-ből
valaki tudott eredményt elérni, komoly eredmény, fiatalon kikerült játékos, az 2 vagy 3. És azért ők a kis Dzsudzsának, mert ez egy vidéki strand srác, ugye, és nem a nagy képviselet belőle, megtanult beszélni tisztességesen, tud nyilatkozni a televízióban, tud beszélni a játékostársakkal, akár itthon, akár külföldön. Egyke van ilyen, de tudnék mondani, hogy azok gyorsan eltűntek, mert azokban a negatívokba estek bele, ami nem jó. Hát körülbelül én ennyit szeretem a bevezetőmét elmondani, átadom a Lacinak akár kérdésekben, mert tényleg jobban vannak olyan dolgok, hogy ez milyen volt, az milyen volt, mert ott volt egy csomó negatív dolog, azt elkezdem én mondani, talán a 62-es világbajnokság. Egy fantasztikus csapatunk volt. És ugye játszottuk a meccseket jobbnál jobban, és volt egy Batisev nevű szovjet bíró, aki úgy elcsalta a csemmérkőzésünket, hogy nem tudtunk tovább jutni. Az a csapat, az alkalmas lett volna arra, hogy a csehszlovákok helyett csehszlovák-brazil döntő volt, hogy magyar, illetve brazil-magyar döntő lehetett volna. Ez egy nagyon fájó dolog volt, nekünk ilyen tekintetben nagyszerű csapat volt. A 66-os csapat is, az sokkal több volt benne, mint amit el tudtunk érni. Tehát ezekről nagyon szívesen beszélek, hogyha van észrevételi kérdés, örömmel megteszem a választ, mert tényleg nagy örömmel és nagy szeretettel jöttem ide önökön, látni ezeket a kis lurgókat, remélem szeretnek futballozni, és tudnak is valamennyire, úgyhogy várom az önök kérdését, mert Laci, te észrevételedet, örömmel leszek. Én nagyon szívesen kiküldöm a mikrofont, és kedves Hernád, mindenkinek tegyenek fel kérdést Mészői Kálmánnak. Bátran. Amíg összegyűlnek a kérdések, én az 1966-os VB-t láttam először televízióban 10 évesen, és ott volt az ominózus eset, amikor Mészői Kálmán vállkulcsontörést szenvedett, és sérülten is vállalta a játékot, és ez én bennem kisgyerekként is egy olyan példát adott, és akaratból, küzdeni tudásból, sporthoz való hozzáállásból, hogy ezt azóta is látom ezt a képet magam előtt, és hát sikerrel is vettük ezt a mérkőzést, csodálatos meccsen 3-1-re legyőztük a brazilokat. Hát erről a Kálmán egy néhány gondolatot, illetve az edző kollégákról, külföldi edző kollégákról köztudott, hogy nagyon jó nexus tápol Sir Alex Fergusonnal, Manchester United menedzserével, hogy erről is egy kicsit kifejteni és tájékoztatna bennünket. Köszönöm. Hát igen, ez a 66-os dolog, ezt nagyon sokan felvetik, de nálam azt ki kell javítsa, nem gúzcsontörés volt, mert az képtelenség lett volna bemaradni, hanem itt, hát van egy nagy bütyök, egy nagy, ez kiugrott ide a vállam, de nem törött el, hanem egy ilyen mozdulattal az angol ápolók, meg két orvos volt ott mellettem, rántott egyet, hogy mit tudom, mit csinált, és akkor visszament, és akkor leragasztották. És akkor így föl volt kötve, és hát tényleg mondjuk egy olyan típusú pali voltam azért, hogy olyan körülmények között nevelkedtem, ami nem dicsekvés, de amíg a vasodban nem kerültem, nem volt hosszú nadrágom, nem volt öltönyöm, fél cipőben jártam télen, rövid nadrágban jártam télen, fél cipőben korcsolyáztam, sőt, főben a Schwab-hegyen, az egyik haver nagyon sietek, fél cipőt odatta, fél cipő volt rajtam és rá a sílécet, tehát kemény zord időben se sapka, kesztyű, meg ilyesmi nem volt. Tehát valahogy úgy hozzá voltunk szokva abba a szegénység időben, hogy valahogy jobban bírta az ember a rosszat, a nehézséget. Baracmagot szedtünk az utcán, ugye hársát szedtem, gesztenyét szedtem, 35 fillér volt kilója, hogy a méhbe ellesen vinni, loptuk a sárga rezet, a vörös rezet, ahol tudtuk, lecseréltük, hogy otthon legyenek és kajánk, és stb. És ez valahogy a sportban is úgy jött ki, hogy nem voltam egy ilyen síros, egy ilyen nyafka ember, és a 66-os VB előtt volt egy navikuláre csöntörésem, 11 hétig volt gizba a kezem,
és az első hét után játszottam. Egy ilyen bandást húztak rá, és hát természetes, hogy bajnokság lett a csapat, kellett, hogy játszom a csapatban. Na most jött ez a 66-os dolog, hogy történt, mint történt, egy ilyen fejelést végeztem, beelőztem a brazil srác elé, és valahogy rosszul estem, de egyszer már volt vele valamilyen problémám, és abban a pillanatban azt hiszem, hogy megőrülök. Na mindegy, megtörtént ez a sérülés, letapasztották, megcsinálták, és mindenki mondja, hogy hát hogy tudtam benn maradni. Hát úgy, nem létezett az, hogy lejöjjek, hát nem volt csere. És képzeljék, még úgy voltam megjegyezve a meccs előtt, hogy ha megsérül a kapus, ugye nincs kapus csere se semmi, és akkor én lettem volna a csere, hát gyönyörűen néztem volna. Álljál, nem fél, felkötött, masírozott kézzel. Na lényeg az, hogy hát bennmaradtam, nyertünk, azt is mondtam, hogy új rúgta a 11-es. Nem. Ez már vélem, akkor már 3-1-re vezettünk, egy pár perc volt hátra, és hát természetesen, hogy bennmaradtam, a srácok már ott, tehát ezt nem is lehet, hogy elképzelni, hogy lejövök. Fájt, rossz volt, el van intézve. De a lényeg az, hogy később során mondták, hogy láttad a Beckenbauer, az látta, hogy te hogy voltál 66-ban, és a mexikói világbajnokságon ő is föltette a kezét, hogy egy kicsit mi nagyobb ovációval fogadják a győzelem után. De valóban, szóval fájdalmas volt a kezek, de ha ebből indulok ki, hogy 60-ben ezt hogy csináltam a vállammal, a Szepesi Huszti nevű balhátvédünk, aki a garincsát lesöpörte a pályára, 3 fásli volt a térdén, soha többet nem tudott utána játszani, komoly mérkőzése, mert annyira tönkrement a térde, a lába, és ugye ott még mozgás is, meg még szerelés, de hát forgolódni kellett, és egy keresztalak szakadása volt, tehát hihetetlen, nincs már közöttünk már. Sajó Szentpéteren, egy fantasztikus srác. Tehát igenis úgy van, de csomó ilyen sportásra tudok mondani, akik azért a csapaté, és ez megint egy nevelési dolog, hogy bírja elviselni a tűrést, a fájdalmat, stb. Tehát ez nekem egy ilyen tekintetben egy szerencsés dolog volt, és a tűrő képességem azért ebben más volt, mint talán másiké, de több sportolóról tudok ilyen dolgot. Na most ez az Alex, ez az egyik legkiválóbb, és nagyon régóta nem olyan a kapcsolatom vele, mióta nem funkcionálok, mint edző, meg kapitány, mert az egy időszak az mindig más volt, rengeteg értekezés volt együtt, és nagyon-nagyon szerettem, és egyre nagyon tiszteltem az Anyja Istenit. Bár rögtön lehetett rajta látni, amikor egy kicsit pirosabb a feje, akkor egy kicsit több skót viszki ment le rajta, vagy nála mind, ami van, de soha senki nem vette volna észre. Egy fantasztikus ember, egy csodálatos edző a játékosaival, szóval nem véletlen, hogy ezeket az eredményeket tudja hozni, hogy bármennyire is gazdag klub van mögötte, gazdag emberek, akik hozzák a jó játékosokat, de a személyisége az egyedülálló. Már én azért nekem még mindig az Ilovszki Baróti lakott hármas az, aki a legkedvencem és a legnagyobb tudású edzők közé sorolt. A háromszori kapitánykodása idejéből voltak egy kedvenc játékosai, akik nagyon közel álltak önhöz, akik nagy zsugák voltak, nagy spillerek voltak, de a csapatért is rengeteget tettek, és Magyarország hírnevéért. Hát igen, sokan nem vallják be, hogy vannak kedvenc játékosok, mindenkit egyformán szeretem, hát ez nem teljesen így van. Az első ugye, hát az egy fantasztikus időszak volt, mert 80-ban lettem kapitány, és a 82-es mundiál volt, aminek ki kellett jutni, és hát úgy föl kellett térképezni, ha 78-ban nem is volt a legjobb a szereplés, de 78-ban Argentinában kint volt a válogatott a Balotti Lajos bácsi idejében, és utána jött a következő, hogy 82-esen ki kellett jutni. Na most hát egy elég jó társaságot tudtunk összehozni, és a selejtezőben kezdett összeállni a társaság. Sajnálom, hogy nagyobb eredményt nem tudtunk elérni a 82-es világbajnokságon, mert sokkal több volt abban a csapatban. Abban a csapatban nagyon sok jó játékos volt. De az egyik kedvencem és a legtrükkösebb a Törőcsik. Hát ilyen futballista, mint a Törő, az ritkán születik egy országban. Sajnos, hogy a bohémsága kicsit azért erős teljesebb volt, mint sok minden, mert aztán voltak pekhes dolgai. De rögtön közvetlen mögöttek, ha beszéljek a Nyilasi Tibiről.
aki akkor egy egyéniség kezdett lenni magyarországi válogatottnak. Voltak negatív részek is, amiért sokszor azért meg is tudtam marni, mert egy kicsit gyáva volt. Sokkal nagyobb tűz kellett volna egy ilyen játékosba. Biztos, hogy nem az Ausztria Wienbe került volna akkor, hogyha az a tűz megvan, amire én gondolok. Mert azért hátul volt a Kadzic, Mészáros, nagyszerű kapusok, a Bálint Laci egy fantasztikus védőjátékos volt, a csapat védelemét figyelmek középen. A két oldalon ugye a Martos és a Tótyok olyan fajta a hátvédek oldalék föl tudtak jönni, tehát mindegyiken nagyon elégek voltak. A Müller Sanyi az ott nevekezett a háromkerületbe, és azt magammal hoztam a Vasasba, a három kerületből és kedvenceim közé tartozott, és meg kellett vele üljek, tárgyaljak, hogy másképpen kéne elgondolni az egész játékát. Ha másképpen gondolkodsz és másképpen állsz hozzá, akkor te válogatott játékos tudsz lenni. Az is tudott lenni. A Kis Lacit azt véletlenül szúrtam ki Kaposvára, és amikor én is főkerültem Békés Csabára a Vasasba, akkor rögtön odaigazoltam őt, mert éreztem, tudtam, hogy egy fantasztikus játékos nagy tudással rendelkezik. Tehát tulajdonképpen az egész csapat azt mondani, hogy fantasztikus játékosok voltak, de azért egy-egy kisebb dologgal, ugye a Törőcsik az, aki a kedvencem között tartott. Gondolják meg, hogy egy vicces dolgot el kell mesélnem, hogy mi történt. Hát ugye mondtam, hogy mi is azért tudtunk kicsit sviciskedni a Farkas Sancsival, meg a egy-két játékostársával, és Tatán vagyunk edzőtáborban. És Tatán ugye az edzőtáborban több sportáktól is ott vannak, alkohol semmi nincs, és kiszúrtam az egyik este, hogy nem volt lökve, vagy kettő, vagy három, hagyd nem mondjam a nevet. Mondom, mondom, üdvös Istenben, mondom, te, mi hol, hogy ittunk, vagy hogy csináltuk mi, vagy mi, hogy loptuk be a borba, stb. Hát nekem is eszembe, hogy szóltunk az egyik takarítónak, aztán szóltunk a fűtőnek, vagy kéne, hogy hozzunk be egy üdvét, és kitettük egy ilyen nagy, másfél literes csatos üveg volt, ugye az a zöld üveg, de azt hittem, hogy szóda van benne, az mafla volt, mert ugye fele bor, fele szóda volt, és kitettük az erkélyre. Mondom, hogy valaki hozza be ide a piát. Hát ez nem létezik. Na, mondom, vége van a vacsorának, mondom, kiresem, hogy ki menne, hogy tudtam, kik a snicik, kik, akik együtt vannak, hogy egyik sem mozdul sehova. Láttam, hogy egyszer csak jönnek a nyilasi Tótyokkal, tehát a 6-7 játékos, és mennek le, alul az ételem alatt volt egy kis pince. És ott ettek zsíros kegyedet hagymával. Hát mondom, aztán létezik, hogy ide nem jön be egy kis pöcs, vagy kettő, három, vagy nem bugáznak, mert zsíros kegyedet hagymával, és nem viszol rá semmi, hát ez nem létezik. Leálltam egy ilyen fenyőfa mögé, és vártam. Valakinek jön, ez nem létezik. Egyszer csak jön a fűtő, amit sejtettem. Így összeegyeztek az üvegek, kocsantam, most küldték ki érte. Közben beljebb, már sötét volt, és hallgatóztam, hogy miről beszélnek. Hú, te csak az öveg ki ne szúrja, mert nagyon nagy van. De ahogy szúrja a kedvező, ügyesen meg van csinálva. Nem mondom, ez hova mehetett, hova ment Borélet a tábor, még ki kell jönni. Elment, csak várokat. Mondom, ezek benne esznek, hát biztos, hogy várják, hogy leöblögessék egy kicsit ezt a csodálatos zsíros kenyeret. Ezt csak hallom, hogy a szatyor, a két szatyor, hogy ütköznek az üvegek, hogy nagyon az én kis emberem a fűtő. Be akar menni az ajtomon a máj. Rám néz, kamábászom, adj az üvegeket, a pofán vennek, hogy darabokra mész, mit képzelsz el? Odaadta a szatyor, kinyitottam egyet, bekopogok. Jó estét, megjöttem, ott ültek heten, összenéztek. Na, mondom, mi van? Nem akartok meghívni egy kis fröccsön, hogy mi a büdös túlról van? Na, lényeg az, hogy kinyitották, megittuk, leültünk, gyerekek. Én nem lehet, hogy szóltok. És akkor megbeszéljük, hogy hogy lehet. Kimegyünk egy közös fröccsön, vagy valamire. Ez még az eleje, tehát amikor kezdett a vállalat egy kicsit összeállni. Na most ezzel, hogy nem közé csaptam és megbüntettem, vagy akár megütünk a két üveget, leültünk beszélgetni. Megint egy olyan morál, egy olyan kapcsolat, össze tisztességgel, becsülettel a kapitány felé, a kapitánynak, a játékosok felé. És ezekben azért mondom a Törőcsit, hogy kiemelem, mert az volt a legélettebb erre a dolgokra. A nyíl az egy olyan, aki ott háttérből, hogy igen, itt vagyok, de stb. Úgyhogy ebből így csináltam a ranglistát. De Zömiben sajnos azt kell mondanom, hogy abban a 82-es csapatban sokkal több volt.
mind amit el tudtunk érni. Ugyanezt mondhatok saját magam részéről a 66-os csapat, ami korábban esett ki, és sokkal nagyobb eredményt lehetett a mellén, de rengeteg jó, hogy jó lelkű játékos volt a 80-as csapatot veszem, és az az időszak volt tulajdonképpen a kapitányságnak a legszebb időszak, amikor kijöttük el a Spanyolország világbajnokságra. Nem lennek az urak. Hogy van? Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy bátran tegyen fel kérdést a néző úrnak. Én azt szeretném megkérdezni, hogy sok tévéfelvételen láttam. Ha nem úgy sikerült, mindig van ingerletről, hogy a pályán, mikor nem úgy sült el labda, passzolás, kapás, akkor is mindig van idegen. Állandóan. Mert akármikor látom, nem úgy sikerült az egyik interjú, vagy akár mondom, akármi mindjárt a hamar. Nézzük. Ennyit szerettem. Igen, ez igaz, és főleg a másik, ami egy nagyon biztos dolog volt, hogy én nem tudtam róla, hogy kiülök a kispadra és be van mikrofonozva alsó. Na most nem az a típusú pali voltam vagyok, aki mondjuk egy ilyen rossz dolog van, akkor azt tudom mondani, hogy bravo, de jó volt, édes kisfiam, gyönyörűség volt, az a mit te, hát ne tréplek, hát mit csinálsz? Szóval egy olyan habitusú pali voltam játékosként. Nem bírtam veszteni. Elfogadtam, amikor már vesztettünk, és oda mentem, gratuláltam, stb. De egyszerűen képtelenség volt elképzelni, hogy kikapunk valakitől, vagy hogy annyival jobbak lesznek nálunk. Biztos, hogy ez egy negatív dolog volt az én időszakomban. Hála Istennek, hogy a fiam, a Jézus teljesen más ilyen tekintetben. Igaz, hogy ő egy jó pár országban játszott, Koreába kezdett légiós, utána elment Franciaországba, ott megtanulta a dolgokat, hogy hogy mennek. Aztán kint volt nálam, akkor már kint dolgoztam én is Cipruson, ott volt profi játékos, aztán végén Izraelben volt. Tehát négy helyen volt, ahol magába szívta azt, hogy nem a durvúság kell, ami az éri szemben megvoltak ezek a bizonyos fajta drasztikumok. A másik meg az, hogy amit nem tudtam elfogadni, hogy jöttek a riporterek, jöttek az újságírók, jöttek a Isten nyugtassa, a nézi elnök. Nagyon disznón tudott viselkedni, beszélni, nyilván tudott kérni. Mindig, amikor a legrosszabb volt az eredmény. Na most ezt meg nem tudtam teljesen 100%-osan elfogadni, és ezt én vállalom is. Azt meg nem szerettem azokat a dolgokat, és tudni kapásból olyan edzőnek a nevét mondani, hogy amikor látja, hogy veszi, akkor hadonászik, mutat, hogy mit kell csinálni. Oda se figyelnek a játékosok. Még az enyémre is nagy nehezen, amikor megjaváltam a Mészárosnak. Gondoljon bele, hogy a Mészárosnak a kapusom, megfogta a labdát, és földobta a kapu felső kapufára, visszavette és rúgja ki. Hát ha lecsúszik, rossz helyre esik be, gól, és már izé van. És mit tudtam beszélni a Mészárosnak? Bubú! Isten, ezt beszéltük? Apa, igazad van, bocsánat. De én nem ilyen típus voltam, hogy megfenyegetem, meg már vesz a televízió, na most akkor most azért csinálok valamit. Nem, én magamat adtam, én éltem velük együtt, én futottam velük, én ment, ami létezett. Én korán 39 éves lettem szövetségi kapitány, az is más volt ilyen tekintetben, de sajnos volt egy ilyen habitusom, ami nem biztos, hogy minden esetben szerencsés volt a csapatra. Féltettem a csapatot. Ha valaki egy rossz szót szól, már neki tudtam bemenni újságírónak. Hogy miért bántod őket, miért? Szóval abban az időszakban nagyon kemény dolog volt, de még a mi játékosorunkban is gondoljon bele, hogy 64-ben Európa-bajnokságra játszunk Spanyolországban. Döntőt játszunk, és hosszabbításra kapunk ki a spanyol válogatott, aki a döntőbe bekerül. Olyanokat írnak rólunk, itthon a lapok, hogy azonnal 4 újságírót tudtam volna eltaposni, becsület úristenemre. Mert amiket írtak róluk, az hihetetlen. Mondtam a szegény egyik Borlé Palinak, hogy Pali, ha lelépsz a járdáról, nagyon néz körül, mert én arra jövök, a tyúk szemedet biztos, hogy az egyik részét mi kicsit becikkezem, becikál. Nem voltak helyes dolgok, de én egy ilyen típusú ember voltam, amiben volt jó is, volt negatív dolog is, de hát nem vagyunk egyformán.
kapni. Vártam egy kicsit, hát ha más is akar hozzászólni, mert más témát is szeretnék kérdezni, nem csak a pályafutásáról. Hát én is 25 éve már, hogy itt az Egyesületnél, a községben csinálom ezt a dolgot a fiatalokkal. Hát való igaz, hogy tényleg a fiatalok nem olyanok ma már. Egy edzésre alapozástól kijön meg 4-5-en, tehát azért ez egy borzasztó állapot, és nem tud az ember mit csinálni ezen a szinten. Igazából a magyar labdarúgásnak a zuhanását mondhatom azt, hogy végigláttam én is, mert azért már én is nem mai gyerek vagyok. Nagyon sok kettős rangadóban voltam a Névstadionban, mert én ott voltam tanuló Budapesten, sőt 6 hónapig a Ferencvárosi Fiat is jártam, még annak idején a Nyilasi idejében. De azt szeretném én mondani, hogy szó volt erről, hogy amikor mondta Mészér, hogy amikor elkezdett hanyatlani a válogatott, hogy jött ez a váltás, az a szövetségi kapitányváltás. Azért én azt tapasztaltam, voltam egy jó pár éven keresztül elnökségi tag is a megye labdarúgásába, MLS elnökválasztáson is voltam, és én azt gondolom, hogy valahogy ott nagyon nem jól mentek a dolgok. Igazából nagyon sokat befolyásolt ez a magyar labdarúgásban. Mert én azt mondom most is, hogy a szakma helyett egy ilyen Benkő, egy ilyen Lackó, ilyenek kerültek MLS elnöknek. Nem tudom, hogy ez mennyit ártott, de én meglátásom szerint nagyon sokat ártott akkor, és még én, amit akkor tapasztaltam, itt el is mondtam akkor a sajtónak, én nagyon-nagyon csalódtam a Szepes időt. Mert egy bármán volt előttem a Szepes idő, hát én is úgy jöttem fel abba a korban, amikor ő közvetített. És ugye, amikor arról volt szó, a Lackó lemondott is, ugye a Benkő akkor került vissza a választásra, de akkor arról volt szó, indult a Szepesi úr is, hogy ő ilyen betűkkel a nemzeti sport előtte volna. Megjelent, hogy a mezei támogatja, hogy végre a szakma kerül előtte. Örültünk neki, mert hát mi is azt szerettük volna. És akkor örülöttünk, azzal kezdődött az ügyés, hogy mondta, hogy uraim, én a Benkő úrra fogok szavazni, kérek mindenkit, hogy szavazzon a Benkő úrra. És nem kaptam szót, pedig kértem, hogy a szavazati joga voltam, bennem is maradt, de most azért kérdezem meg, nem ártottak ezek nagyon sokat a magyar labdarúgásnak, hogy igazából nem olyan szakember, mert lehet, hogy én nem jól mondottam, de én azt gondoltam, hogy a mezei azért lenne jó szövetségi kapitánynak, mert hiszen ő volt az utolsó szövetségi kapitány, aki kivitte a magyar válogatottat a világbajnokságon. Valószínű, hogy ő jobban tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy olyan feltételeket teremtsenek, hogy ez a magyar labdarúgó válogatott úgy tudjon szerepelni, ahogy elvárható lenne. És sajnos mégsem sikerült oda kerülni. Nem tudom erről mi a... Jó, hát örülök, mert ez tényleg egy komoly kérdés is, jó kérdés is. Én elfogult vagyok a Szepesi Gyurival, és dolgoztam vele együtt. És dolgoztam más elnökökkel is. Én a legjobb elnöket tartottam, a Szepesi Gyurit. Azért tartottam a legjobb elnöknek, mert értett is, egy kicsit a futballhoz. Néha velem is próbálkozott, hogy milyen rendszerbe játszunk. Mondom, népi demokratikus. És hogy állunk fel a csapat? Nem szemben az ellenfélnél. Voltak ilyen trükkös megbeszélések. Most én a Lackó urat és a Benkő urat nem akarom, mind a kettő nagyon nagyszerű barátom. És ha most odaugrok egy pillanatra csak a gondolatba, hogy most meg van a Csányi, ugye, akit a gazdagságát gondolják, hogy az ő pénzenek, stb. Ezért lett oda víza a Magyar Labdarúgó Szövetség élének. Itt nagy tévedés van, de még azoknak az elnökjelöltek részéről azt gondolják, hogy ők a császárok, és ők irányítják, ők csinálják a labdarúgást. Nem. Egy kicsit hagyj beszéljek, hogy érthető legyen erről az elnökségről, aki most van. Most van ügyésztő kezdve, akadémikus, stb. Olyan emberek vannak az elnökségben, Vizi Szilveszter, nagyon kedves barátom is, meg majdnem mindenkit tudnék mondani. Akik nem az a feladatunk, hogy a futballot organizálják meg, nem őnek így kell tanulni a passz, a rúgást, az edzés, stb. Nem. Azt a morált, hogy kell vezetni a magyar futballt. Mert ezek az emberek valahol, ahol tevékenykedtek, a legjobbak, a legkiválóbbak voltak a munkájuk területén. És ebbe kell segíteni a magyar labdarúgást, a szakma az legyen meg a szakmáé. Nem a Csányi ülé, és nem az elnökségé. Hogy jóvá hagynak dolgokat, az egy dolog, de a Szepesi Gyurinak a következő volt a feladata. Megteremteni azokat a feltételeket, hogy a magyar labdarúgó vállalat tudjon élni és dolgozni.
A Szepesi Gyuri mindenben a partnerünk volt, mindenben a partnerem volt. Megkérdeztem, mire van szükséged, hogy van, mint van. Egy kicsit gyáva volt. Én meg egy ilyen másappali voltam, ugye pláne ott abban az időben. Hát tudtuk ugye, hogy mindenkinek olyan fajta prémium van kidolgozva a világbajnoki selejtezőben, hogy nagyon komoly részesedést kapna, mert ha bejutottál a világbajnoki 16-ban, 32-ben, hogy van a döntők, ugye, mert nem mindig ilyen magas létszámú volt, akkor meg volt a részesedésed, hogy hármik helyet éred el a csapattal a világbajnokságon, akkor annak részesedését kaptad a valutát. Ami a következő, ha kijutottunk egy világbajnokságra, a következő 4 évre az fedezte a teljes költségeinket. Na most a Szepesi Gyuri az olyan volt, hogy... És akkor volt a mezei mészőféle dúó, ugye akkor kezdtünk mi fiatalok. És meg volt az én elgondolásom, a mezeivel kapcsolatosan is, és leírtunk, kiszámoltunk, hogy mire, hogy, meg stb. Stb. A Szepesi Gyurinak annyi volt a feladata, ami ma már ugyan a szakmának a feladata, de azt meg van, hogy kimondja el a Csányi úrnak és a Csányi úr elnökségének. Milyen feltételeket kell biztosítani. Na most itt az első dolog volt, amikor mi ugye ez a Szepesi, ez az egész elkezdődött, hogy volt Anglia, Románia, Magyarország, Norvégia, Svájc. Mindegyik jobb volt nálunk, indulásnál. Egy olyan kudarcos 78 után, hogy több játékost leírták, lemondtak, stb. Stb. Meg kell teremteni azokat a dolgokat, hogy elfogadja az elnökség, elfogadja mindenki, és a Szepesi mit fog tudni betállalni. Szerencsénk volt, mert jöttünk az első mérkőzés, amikor is győzelem, döntetlennel kezdtünk a svájciak ellen idegenbe. Utána itt megvertük a románokat, a nálunk 10 klasszissal jobb román csapatot 1-0. És akkor elkezdődött valami indulni. És akkor már jöttek a játékosok is, hogy semmi biztosat nem tudunk. Hát a Gyuri bácsi miért van itt? Miben tud bennünket segíteni? És ugye hát akkor egy elég másfajta vezetés volt. A korom elvtárs volt a sport megbízott embere, és a többi ottani társai. És hát ők bizony nem egészen úgy akartak ezt az egész dolgot csinálni, ahogy mi elgondoltuk, illetve én mondtam a Szepesi Gyurinek. A Szepesi Gyuriban ebben bátortalan volt. A szakmai munka és a szakmai követelmények minden meg volt határozva. Ön a futballban volt a követelményrendszer, emlékeztető, ugye egy 12 perces követelményrendszer, Cooper teszt, ilyen futás, olyan futás, amit ugye eldöntöttek, nem a labdarúgásban lévő szakemberek. Teljesen ki volt. De nem lehetett megváltoztatni. Nem mondta, hogy nem futnak a játékosok, ezt csinálnak, azt csinálnak. Mikor kezdtek jönni az eredmények, visszatért a közönség, akkor mondom a mezeinek és a munkatársának, hogy itt gyerekek. Most már olyan helyzetre jöttünk, hogy lekerülni a gyerekekkel, meg fogjuk beszélni, és megyünk a Szepesi Gyurihoz, hogy itt kell ebbe nekünk tenni. Hát mindenhol hallották, hogy a románoktól kezdve mindenhol, ha bejutnak, egy bizonyos része a prémiumnak valutában van fizetve. Nálunk meg annyi volt, hogy kimentünk valahol a külföldre a csapattal, és jöttek a vámosok, hát mindenhol valakinek el volt dugva ennyi dollár, megtalálták valakit, kivágták, kiesett a vámos, stb. Tehát nem volt valutával kapcsolatos semmilyen fogalma a társaság. A lényeg az, hogy végre olyan helyzetet kerültünk, hogy mentünk Romániába ki, ha Románoktól nem kapunk ki, olyan meccseink vannak otthon, két olyan mérkőzés, a svájc és a norvég, azok abszolválásával biztos, hogy ki tudunk jutni a világbajnokságra. És akkor elmentünk a Szepesihez, és elmondtuk, hogy hát volna olyan igény a társaságnak, illetve nekünk szakmai vezetőknek, amiben kérjük az ő támogatását. Megvoltuk az edzőtáborok, minden az én világban, amit az MLS elnökének és az ő testületének biztosítani kell. Ez az első ilyen dolog, ez akárki az elnök. Ha Lackó, bárki, akkor ezekben mindenki partner kell lenni. Nekünk az a feladatunk, hogy hozni a mérkőzéseket, és ehhez pedig lenne olyan igényünk. Lehet, hogy hát a valutával kapcsolatos, hogy lehet majd esetleg megcsinálni azt, hogy ne legyen bukfenc, hanem hivatalossá tenni. Na, mondom, a román meccs megtörtént, jött még a két mérkőzés, illetve az utolsó meccs volt az angol mérkőzés, amit úgy kellett kikalkulálni, hogy az angolok ellen, ha azon kell eldönteni, akkor nehogy már mi várjuk, hogy a 6-3-at mi is megcsináljuk majd ezzel a csapattal, és akkor tudunk csak kijutni. De ki volt kalkulálva, ha a románokat így meg tudtuk hozni döntetlenre,
az itthoni meccseket tudjuk hozni, akkor úgy kell kimenjünk Angliába, hogy már nem érdekes, hogy mi az eredmény, mert már bejutottunk mi a világbajnoki döntőbe. De ehhez nekünk voltak igények. És akkor lejött a koronáltatás a társaságába, és akkor elmondtam, Fekete János, mert hittem én, kik voltam, hogy nekünk volna ilyen kérésünk. De nem az elnökség, nem a Szepesi Gyuri elnök mondta csak ezt az egyik dolgot, hanem Észő Kálmán vetette fel, hogy nekünk erre van a szükségünk, hogy ha bejutottunk, akkor hány százalékot kaphatunk valutában. És akkor Szepesen előre beszéltem erről a dologról, és mondta, hogy 10% már többet nem mondjál. Nem mondjál, mert tényleg úgy fognak mondani, hogy valuta, meg stb. Gyuri, ne idegeskedj, meg fogjuk oldani. Lejöttek az elvtársak, leültünk, és akkor láttam, hogy nagyon pozitívan állnak a dolgokhoz, minden. És akkor Szepes Gyuri alul húdost a lábamat, hogy 10%, de úgyhogy a górik nem hallották. Jó vagy, Gyuri. Na, mi szőkém, akkor miről van szó? És akkor benyújtam, hogy hát szeretnék, hogyha le tudok jutni a csapat, tudjak egy olyan dolgot mondani most az egész csapat előtt, hogy bizonyos százalékát valutába kaphatják a prémiumoknak. Valutába? És mire gondolod, mennyire? Na most ugye 10% megbeszélve, hát mondom 20%-ra gondoltam. Azt mondja a koronáltatás a Fekete Jánosnak. János, ez csak erről van szó, vertem a fejemet, hogy ilyen nyökör, hogy a Szepesi Gyuri meg volt ilyenre, stb. Stb. Na most ezt miért mondtam el? Hogy a Szepes Gyuri egy korrekt ember volt, de nem volt egy olyan tüzes elnök, hogy na most púl. És nem is ez a feladata. Tehát sem a Lackónak egyiknek sem. A Lackó is egy dúsgazdag ember, de hogy egy forintot nem tett be a magyar labdarúgó válogatott csapatnak a zsebébe, vagy a játékosnak, az 1 millió százalék. Nem tudom most, hogy a Csányi úr hogy van, de nagyon gazdag ember, de nem tudok róla még, hogy valami extra anyagi juttatás, mert ez nem biztos, hogy nem hiszem, hogy az ő feladata, mert a németeknél, az olaszoknál, vagy bárkinek veszem, erre megvan egy meghatározott társaság, aki ezt eldönti, ezt az egész dolgot. Tehát az, hogy mit kell tenni abban az időben az elnököknek, csak biztosítani azoknak a feltételeket, amelyek a magyar labdarúgó válogatottak csapatoknak, az ifiktől kezdve a nagy csapatig mindenkinek szükségelteti. Tehát ebből a tekintetből gólt nem tudnak rúgni. Ez természetes, ugye, és ezt mindenki védekezik ezzel. De egy egységet ki tudnak alakítani, és az nem mindegy, hogy milyen. Én most azért bízom ebbe a mostani MLS elnöki társaságba, hogy egy kicsit a csapatoknál, vagy ott dolgozó embereknek el tudják adni, hogy milyen munkamorál szükségeltetik ahhoz, hogy a magyar labdarúgás előjebb tudjon menni. De nem hiszem azt, hogy benyúlnak a zsebükbe, és ők tesznek be ennyit, annyit, vagy amannyit. Úgyhogy azt se értettem, és gondolom ön ezzel egyetért velem, hogy hát a Szepesi, mint nagyszerű 12. játékos, az fantasztikus volt. Még az én időmben is, de nem beszélve a Puskásik idejéről. De a Szepesi Gyuri az soha az életiben nem szólt senkinek, hogy mennyi prémiumot kell adni egy válogatott mérkőzésre, ha nyernek, vagy ha döntetlenre, vagy stb. Nem az ő feladata volt. De ő nem volt, mondom, egy olyan nagyon bátor ember, aki szembe ment volna ezzel vagy azzal, mert nem is kellett neki. A Lackó Misi az egy nagyon vagabund pali volt, az úgy hirdette, meg úgy mondta az igét, de nem ő rajta múlott, hogy megnyerjük ezt a meccset. Ez egy fogékonyabb elnökség, ez most, akik vannak, akik talán a járókába futballoztak utoljára 4-6 napos korukba, és soha nem játszottak, de viszont szakmailag nincs hozzá szólásuk a dolgoknak, hogy ki legyen, hogy legyen, mint legyen. Ennek ellenére, hogy ez most így van, én reményteljesen nézek a válogatott csapat elé, úgy érzem, hogy valami, mintha megmozdult volna, nagyon nehéz lesz, egymás után kétszer ugye a hollandok ellen, és az első mérkőzés itt van, de valahogy most érzek bennük valami olyan fajta egységet, és mindenki nevetett meg egy viccelőt, amikor volt az a bizonyos levélírás, visszaemlékeznek ugye a Husztiékkal kapcsolatosan, ki, mi, hogy, meg stb. És az volt az, hogy jól fogta meg az Egervárra, és nagyon használva vált az, hogy kitárgyalta, átbeszélték a Gerált, a másikat, a harmadikat, hogy nincs kis királyság, akárhonnan jössz vissza a külföldről a magyar válogatottba, és ez egy pozitívum lehet, és most talán több játékos játszik már a csapatában. A legnagyobb probléma az volt a külföldiekről, hogy ki játszik a saját csapatában, hogy nem játszanak. Most, amikor én voltam a kapitány a 80-as években,
Hát ugye először volt a Bálint Fazekas, aki ki voltam. Akkor tudtam közös edzést tartani, közös felkészülés, ott Dél-Amerikában mentünk el tornára. Itt most erre nincs mód és lehetőség, csak azokra tudják az a pár napra, amire összejönnek. Ebben meg egy elnök nem tud beleszólni, hogy most ez legyen, az legyen, az legyen. Itt a szimpátia az dönt szerintem, és hála Istennek jelen pillanatban a Csányi úr a játékosok tekintetében a szimpátiát élvezi, hogy úgy mondjam, de hát ez nem oszt és nem szoroz én szerintem. Következő kérdésem az lett volna, hogy én azt tapasztaltam legalábbis, sokat beszéltünk róla a barátkörbe, hogy a játékosoknak, a válogatott játékosoknak ez a biztosítása nem volt megoldva. Mint ahogy a kézilabdában is kiderült, ugye a nagy Lacit nem tudták meg fogni pontosan ezért, mert nem vállalta, hogy olyan biztosítások volt, hogy itt nagy kár érhette a játékosokat, ha megsérülnek súlyosan. És ugye ha hazahozták, kiment a fiatal futballista, hazahozták a válogatottba, láttuk, hogy ott volt a pályán, csak épp úgy teljesített, hogy legközelebb ne hívják meg. Mert ugye a magyar mentalitás szerint a újságírók mindjárt kikezdték volna, ha lemondja a válogatottságot, de nem akart meg se sérülni, mert a karrierje kezdődő. Most már jobban látta, legalábbis azt tapasztalom, azt látom én is, hogy kicsi van a bankszámájukon most már a dicsőséggel, és jobban oda teszik magukat, egyre többen jobban oda teszik magukat. De a fiatalok helyzetére én igazából ezt tapasztaltam, mert jól emlékszem, eltett valami egy válogatott focistának alá, és kapott egy pár ezer forint biztosítást. Hogy ezt rendetették-e már az emberek? Nézze, ezt nem tudom. Nem tudom ezt a biztosítási dolgot, nem is foglalkoztam soha még kapitánykoromban se. Sőt, a fiam mondta ugye, hogy hány helyen játszott. És fel nem merült nála. Nem akármilyen csapatokban játszott, nagyon a Franciaországban, nagyon komoly helyen. Az egy játékosban, kinti játékosban fel sem merült, na most ilyen jó biztosítás, most oda teszem maga, vagy nem teszem oda. És azért gondolom, hogy ez így van, mert gondoljunk csak bele, ez a fiatal gyerek, aki úgy futott be ugye csatárként, és olyan sérülés szenvedett, nem ő volt az első és az egyetlen, vagy az utolsó, mert annak idején a Pócin kiment Belgiumba. Ő sem biztosítás miért, de belement olyan csínekbe, amiben más játékos nem megy bele. A Pintér, ha visszaemlékeznek, a Honvédnak a futógépe. Szintén megsérült Belgiumban. Tehát itt már nem úgy megy, hogy na most, hogy megsérülök és hú, az Istenét neki, de jó, meg stb. Erről egy vicces dolgot hagyd meséljek el. A Sándor Csikarral voltam együtt Európa válogatott Jugoszláviában 64-ben. Jugoszlávia és Európa válogatott meccs volt a Földrengés és Káros útnak részére 64-ben. És elmondják felénk, hogy hát ne idegeskedjenek, minden rendben van, ilyen tiszteletdíjat adunk, és a biztosítva van minden játékos, és ők olvasnak, hogy milyen biztosítási összegek vannak. Hát nekünk új volt, mert azt sem tudjuk, hogy egyáltalán van biztosításunk. És azt mondja, a Sándor Csikar, aki egy öreg magabú volt, egy róka. Azt mondja nekem, ott van a rángatózás az arca, azt a Kálmán, most kéne egy könnyű szárkapos csomtörés nekem, mert olyan pénzt örök, hogy kapnék a biztosítózó, az életemben nem kéne soha semmit csinálni. Hát ez így beugrott nekem a biztosítással kapcsolatosan. Biztos, hogy le van rendezve. Nem ismerem a kézilabdában, hogy van, de ma már a külföldi profit, akik a nagy profi csapatokban játszanak, hát olyan hollywoodi összegeket keresnek, olyan hollywoodi összegek vannak, hogy szinte nem is gondolok arra, hogy most ebbe a csimbe be kell menni, és ha gondolok a Géza, hogy ki játszott külföldön, hát ha visszafogta volna magát, mint védőjátékos, egy hónap múlva a Revoir viszontlátásra megköszönték volna. Szóval ott azért nem így gondolkodnak, mint ahogy nálunk azért volt ilyen, hát gondolom, hogy ő is ismert ebbe, hogy micsoda biztosítások voltak NB1, NB2-es játékosoknak, átverték, becsapták ezt, azt, amaszt, és nem voltak olyan nagy volumenű játékosok, és akkora összeget tudtak levenni, ami nem volt tisztességes. Én sosem foglalkoztam ilyen dolgokkal, és nem is tudok, hogy nálunk valami erőt problémát volna, de a kézlabdát megoldott, akkor örülök, mert biztos labdarúgásban is probléma. És akkor még a jövőről kérdeznék ki, hogy közel van a tűzhöz. Beszéltünk erre, és beszélt ön erről az új vezetés, MLS vezetésről. A kis csapatok felé vannak itt ígéretek, hogy feltarolják a kis csapatokat már bennünket, ilyen vidéki kis csapatokat, hiszen a legnagyobb gondunk mindenhol az elemi gond, mindenhol az önkormányzatnak vagyunk kiszolgáltatva, ha sikerül támogatni, tudnak, de nem sikerül, nem tudnak, és állítólag olyan hangok hallatszanak, hogy meg fogják finanszírozni a játékvezető díjakat, a
játékengedélyokat, mert azért az mégiscsak borzasztóbb az országban, hogy az a legkisebb gyereket, ha leigazolja az ember, azután játékengedélyt fizessen, mert ő nem fogja befizetni úgyse, játékengedélyt fizessen azután, hogy ez a gyerek sportolhasson. És ugye ez egy nem kis pénz volt az MLS-nek bevételnek, de nekünk le kellett tenni. És minden egyes játékos után. Tehát ha most azt mondom, hogy ilyen vidéki szinten, ilyen most körzetben van a csapat jelenleg, voltunk a megyekben is már, csak most jelenleg ennyi útja. Ha azt mondom, hogy ezen a szinten, most egy éves szinten körülbelül a játékengedély játékvezető egy 5-600 ezer forint, akkor nem is mondtam sokat. És ezt nekünk mind ki kell fizetni, nevezési díj, tagdíj, játék, egy felnőtt játékos után 3200 forint a körzetben a játékengedély. Játékengedély díj, játékvezetői díj, ezeket mind kifizetjük, ez egy 6-700 ezer forint, csak maga ez a költség éves szinten. Hát én közel nem vagyok a tűzhöz, mert az Oli programiroda ügyvezetődő tavaly május 1-től, semmilyen más funkció nincs a Magyar Labdarúgó Szövetségben, pályaépítésekkel foglalkozott, főleg a gyerekek részére. Van egy elég sok problémánk, ugye, mert elsősorban úgy tudok ide is hoztam, hogy mondtam a Lászlónak, hogy itt hagyom, hogyha valami esetleg van, mert nagyon jó konstrukció van kidolgozva a kölcsön felvételre, de még most is verekszünk a kormánnyal olyan tekintetben, hogy van egy olyan passzus, hogy csak az az önkormányzat kaphat kölcsön hitelre, 15-20 éves időtartamra pályaépítése, akinek nincsen tartozása. Ha most mondjon nekem valaki egy olyan polgármesteri hivatalt, akinek nincs tartozása. Ilyen nincs, azt hiszem. Talán ott a Balatonon van, akiknek nagyon jó a turista, hogy milyen bevétel, ez nem tudom. Idegenforgalmi. Úgyhogy én ebben a dologban nem tudok véleményt alkotni. Mi próbáljuk úgy csinálni, hogy a lehető legkevesebbet üssünk a kis csapatokon, mert olyan pályaviszonyok és olyan dolgok vannak, tehát most a nagyokat tegyük félre egy kicsit. Mert ezek hogy az én időben milyen pályázatunk, vagy egy dolog, az elmúlt, szóval ez rendben van meg, hogy csütörtökön mentünk ki a Óbudára, ugye, hogy maradjon 50 fillérünk, vagy 70 fillérünk, vagy fagyira, vagy valamire. Meg viszik a szülők a gyerekeket a futballpályára, a tréningre, meg mennek érzelek. És ez egy más időszak, természetesen. De az, hogy a kis csapatokat így el legyenek nyomva, és most van erre egy bizottság, aki nagyon tevékenyen dolgozik, de meg kell várnunk az Unióba a döntést. Mert ha eldöntik ezeket a bizonyos adóztatási részeket, akkor az rengeteget jelenthetne a nagy csapattól a kis csapatig, mert az a vállalkozó, aki mit tudom, csak egy X összeget befizett adóként, az nem oda fogja fizetni, hanem odaadja a kis egyesületnek, amiből ő nagyszerűen meg tud élni. Tehát ezek egy olyan fajta elgondolások, ami okosan ki van dolgozva, csak mindenki várja a sporttörvénynek a megváltoztatását, mert abban a pillanat más lesz, és a nagy csapatoknál is. Most már ugye ezt is tulajdonképpen egy ember intézte, hogy a Mercedes a Kecskemétnek, az Audi a Győrnek milyen összegeket ad. Valószínűleg szerint a német, vagyis egy autógyár, az valószínűleg az Újpestnek. Tehát mindenkit akarnak valahova tenni, de ugyanezt akarják megyei szinten, hogy ez a megyében, ha ez van, ezt az összegeket, és nagyon-nagyon a sportolásra akarják, és pláne az, ami most uniós szinten is elgondolás, hogy mindennapi testnevelés, óriási dolog lenne ezek a srácoknak. Ne szipózni, ne balhézni, ne ízére menjetek ki, hanem testnevelés jóra legyen, és ez a feltételeket úgy biztosítani. Tehát nagyon jók az elgondolások, csak egyre most még azt mondja a török, hogy para már, pénz van, para jók, para nincs, úgyhogy reméljük, hogy azért ebben lesz változás, és nagyon jó, amit ő fölvet, és nem a kicsiken kell ezt a dolgokat ütni. Mert van egy csomó olyan barátom, mikor Békésebben dolgoztam, Békés megyében, ilyen klasszak pasik, akik idősebb korukra már abbahagyták a futballt és nem játszanak, segítik és támogatják a kis egyesületeket. És azok a kis összegű, nagyon nagy pénzek mit számítanak annak a csapatnak, és másképpen nevelődnek már ezek a srácok abban a pillanatban. Ugye, mert most rendben, hogy beszélünk, hogy vannak akadémiák, meg a Géza és a fiam is csinál egy néző focisulit. Hát igen, csak nincs mögötted senki, saját pénzből borzasztó nehéz, nem lehet fönntartani. Hát akkor most gondoljuk, ugyanazt tudjuk gondolni, Tiszavasvártól kezdve bárkire mondjuk, hogy na most ott legyen egy csapat.
hova tudnak elutazni? A szülők nem viszik a gyerekeket kocsival, a gyereket nem tud átvinni a szomszéd faluban, hogy viszed el? Tehát ezek nagyon fontos részek, és én érzem, hogy ezeket meg akarják ők oldani. Szeretettel köszöntök én is mindenki. Én is vendég vagyok, csak azért nem. Hát mert én sem, mondjuk szív az német, csak Miskolcon jöttem ki, tehát vendég vagyok. De ugye a szív az ide úgy, és én ismerem itt az idősebb fiú focistákat, és még volt, akinek én is pucoltam a cipőjét. Nem tudom, itt van a sokkal. Mondjuk pont a téret nem pucoltam, de azt hiszem a Ruzsvánszkiz, majd nem, a Pistájét sem. Na, őt is láttam, mert mindegyiknek rámúti van ennek. Nem is azt érjük vissza a focilainkán. Tehát azt szeretném kérdezni, vagy kérni a Mésző úrtól, hogy egy-két ilyen trükköt, mert itt a sok fiatal, annak idején, igaz, hogy mint védő, de hát a védő találkozik a csatára. Hogyan és miképpen zajlott le egy ilyen ütközés, vagy az a szurkálás, az a csipkelő, vagy mindent, amit úgy a fiataloknak úgy tovább tudna egy picit úgy adni ebből a zsiványságból, most ne azt, hanem ezt a focipályán lévő zsiványságra egy-két olyan dolgot, hogy hát ha tanulnának belőle. Mert jó, az egy dolog, hogy most már őket kocsival hordják, de most kiabáltuk éppen, hogy el lehet oda szaladni, hát mi is úgy kezdtük az edzést, elszaladtunk a harmadik falu, így meg vissza. Az edző megjött utánunk kerékpárra. Mondjuk az egy dolog, de hát át lehet oda menni gyalog is a másik faluba, tehát nem kell őket elvinni. Ha szeretnek focizni, át fognak menni gyalog is. Tehát egy-két ilyen trükköt a fiataloknak, hogy annak idején, hogy működött ez. Amikor csak találkozik a csatára védő, hát mi is csináltuk ezt, meg tudjuk a trükköket, hogyan kell csipkedni, meg hogyan kell a másikat elriaszteni. Mondja nekem a védő, azt mondja, öcsém, még egyszer elszaladsz, eltöröm a lábad. Mondom, az ügyen megcsinálnak. Meg a mama mondta, hogy az a semmi, hogy öcsém, lehúznak a pályára, ha még egyszer elszaladsz, itt nevétem. Tehát voltak itt is ilyen sztorik, de gondolom ott azért magasabb szinten azért csak másképp működik. Ezt csak erre lennénk kíváncsiak, hogy mit lehetne ezeknek a fiataloknak ilyen tanácsot, vagy trükköt átadni. Köszönöm. Jó, hát meg fog lepődni. Semmilyen trükköt nem csináltam. Egyetlen egy trükköm volt egyszer, azt mindjárt elmesélem. Nem tudom, nekem nem volt szükségem arra, hogy én trükközzek, vagy a katyájába löpjek valamit, vagy akármi. Egyetlen egyszer volt, amikor mondtam, hogy el volt 11 hétig tőle a kezem, és a Rudi bácsi ugye azonnal elvitt, mert bajnokságra álltunk, és egy ortopédista csinált egy ilyen alumínium tokot, ide alul a kezembe, és így le volt ilyen, egy ilyen vizékkel húzva, ilyen szíjakkal, és ilyen bandázs volt rajta. És a Partizán ellen játszottunk közép-európa kupa mérkőzést. És egy nagyon kemény center volt, nem teszem be a neve, a jugoszláv állóban is játszottam már ellene. És állandóan, ja egyetlen egy dolgot tudta, ja, igen, hát ez a Strezzo úszta, ő volt az egyik ilyen szerencsétlen, mikor fölugultam fejelni, magyar játékosra szemben, ezt nem csináltam. Akkor széttettem a kezemet, és ahogy felugultam, hát elég magasra tudtam ugrani, a hátában a stoppit, hogy belenyomtam a rajtam. Ez az egyik a Strelco volt, aki hasra esett, és jobb folyam Máty is mondta, ezért megjön meg az, és borgasztal összebalésztunk. Akkor a másik meg egy jugoszláv srác volt, aki állandóan, amikor felugultam fejelni, akkor felugultam fejelni, állandóan szórakozott ott velem, és állandóan Mezeli, Jebeti, Bogáti, és hagyd nem mondjam a többit, hogy mit jelentett még, amit mondott. Jött egy szöglet, és ilyen alumínium tok volt a kezemben. És volt egy öreg edző, a Csoli Csordás Lajosnak a nagybátyja, az Budafoki Svábember volt, és ő mutatta, hogy régi játékosként hogy játszott, hogy volt ilyen far zsebe, akkor még a nadrágon, és volt egy zsebkendő benne, és beletett egy kavicsot, és volt egy nagyon jó felő játékos, mikor jött a kapuhoz közeli megpörgetés, felkólította, és nem tudott fejelni ez a pali. Na most én nekem meg azokat eszembe, hogy nem tudj, Isten, te engem szív? Hát itt van az alumínium tok a kezemben. Jött a szöglet érte, oda fölmentem, adtam egy akkora kokit a fejére, Mézoli, jöjjön, ti magas, valahogy az anyagban.
És mentünk be a végén, és akkor jött és nézte, hogy mi van. És akkor vett, hogy nem lehet oda szabad játszani. Se nemzetközi, se bajnoki mérkőzés. Mire már oda észleltek, mert azért egy-két magyar játékos is hallotta, hogy kinek sóztanul ezzel a kézzel. Megyünk ki Újpest mérkőzésre, és ott a káposzta benne már esugta a húronak, és jött, mint a big boxolókhoz. Mérsző a kezét. Mondom, mi van? Jó, volt rajta egy fásli, de már nem volt ilyen kemény dolog alatta. Tehát nekem különösebb trükköm nem volt. Ez volt, mondom, aki ilyen szentel volt a Sztrelcov, akinek oda nyomtam, de borzasztóan. És a következő pillanatban már ellenfél tél felé ment a labda, olyat vágott be az államba a Sztrelcov, olyan 19-ig fél térden voltam a stadionban, és ilyen erős lenni. Hát megtudtam, hogy Novosibirszkben, itt honnan jöttek, vagy egy 24 órás vonatúton, és a Tatusi Ilin Sztrelcov 3-as megerőszakolt egy miniszternek a lányát a vonaton, és ezért lecsukták őket börtönbe, és Ólombányán vagy hol dolgozott, hát azért erősödött így meg. Már visszaválogó meccsen nem játszott, de jól esett, hogy mondja, hogy de úgy állva vágott az anyja isteni, de gyerekkoromban verekedtük egy párat, de így mondom, fél térden voltam, Szent Mihály kérdezi át, hogy mi baj van, mi van, mondom, te zúg a fejem, minden az állam, nem éreztem, hogy hova tegyen minden, de nekem olyan különösebb trükköm nem volt. Kicsit az volt a trükköm, hogy magasabb alul ugrottam mindenkin, és el tudtam fejelni a labdát, de ez egy jó trükk volt. Tisztelettel köszöntöm észre. Azt szeretném megkérdezni, hogy 61-szeres válogatott tetszetlen. Csak nagyon röviden, hogy mennyi volt sikerült szerezni, mert én ennyire nem vagyok ebben a kutatban benne. Ez az egyik, a másik pedig klubcsapaton belül mennyit tetszett szerezni, és van-e valami emlékezetes igazi gól, amire úgy tetszik emlékezni, valamelyik mérkőzésről, ami megragadt önbe. Csak ezt szeretném. Hát rengeteg van, de hogy mondjam, hogy is kezdjem azt mondjam, hogy hát emlékezetes mérkőzés, hát az mindenféle képés az a véletlen legszebb mérkőzés, ez volt a 66-os brazil-magyar. Ugye, mi nagyon sokat játszottunk Dél-Amerikában a Vasassal, megnyertük a Hexagonátornát, a Santosszal rengeteget játszottunk, Mexikóba, Chilébe, Brazíliába, és egyetlen egyszer tudtak megverni, többi esetben mindig legyőztük őket a Pelének a csapata egyébként. És hát tényleg a Pelével isteni volt ellene játszani, meg barátkozni, mert ilyen sportember talán nem is született még a Földön, mint ami a Pelé volt. És a korrekségétől kezdve minden, és tényleg nagyon-nagyon jó eredményeket értünk el elünk, sőt, mikor megnyertük a Hexagonal tornát, 100 000 néző volt Chilébe a stadionban, és egy olyan díjat kaptunk, hogy bocsánat, a Berendi Pali volt a csapatban, és fölemelte egy ilyen nagy lóból, egy ilyen szobor, és ez a kis ember úgy vettük észre, hogy megyősz be a pálya tavaly alá, mert akkor nehéz volt ez az a keretnek egy tiszteletkőt futnia. És szóval, hogy is mondjam, szóval sok érdekes dolog van, ami úgy össze vannak nekem írva, és majd tényleg valamikor meg kéne már érteni ezt a könyvemet, hogy legyen megírva, meg mit csináljunk vele. Mert abban tényleg az összes, a legszuperebb élménytől kezdve a legnegatív dolgok is minden benne van. A harmadik mi volt, amit kérdezett? Az? Ja, a gólok. Hát nézze, a következő, én mondjuk... Nagyon sok szabadrugás is rúgtam, de elsőbb a 11-eseket rúgtam. Tehát ahhoz képest, hogy védőjátékos voltam a válogatottban is, elég sok volt fejeltem, 11-esből rúgtam, egyet hagytam ki a franciák ellen, amikor a Farkas 4-et rúgott, és akkor azt tudtam hazudni, akkor mondtam, hogy miről beszélsz ki a 11-es, mondom, azért hagytam ki a 11-es, hogy te mester 4-es tudjál rúgni. Még hozzá se értem a labdához, és 11-eshez jutottam. És akkor ugye, na én vagyok a nagy mésző, a Népstadionban, nekimentem, azt úgy átrúgtam a stadionon keresztül, hogy aztán a stadion csúcsot állítottak fel a lövésemből. A válogatottban nagyon-nagyon jó volt, mert ugye a Sándor Csika nagyon-nagyon jól rúgta be a szögleteket, és a Rákosi Gyuszi nagyon jól rúgta. És akkor megvolt, hogy én honnan érkeztem, és elég magasra tudtam ugrani, és
ebből sokat el tudtam érni. A világbajnokságon is, ugye jó, a brazilok ellen 11-ből rúgtam, a bulgárok ellen szögletrugáról berúgtak, és akkor tényleg meg voltak rajzolva, hogy hova kell rúgni körbe, és akkor én érkeztem. De az egyik legérdekesebb az a következő volt, hogy a Jassinnak volt a búcsújátéka, és egy világválogatott jött össze Moszkvába. És biztos, hogy ismerik és hallották ezt a nevet, volt egy Mazurkijevics nevű, lengyel származású Uruguay játékos, és azt képzeljük, hogy Montevideóból jött, hát betette, aztán már elmúcsolja volt a kapitány, betette a csapatba, hát aludt benne a hizében, mert még nem állt át, 2-re vezetett a Jassinnak a csapata. Hát jött a hizé, a Bobby Csáta volt a csapatkapitány, és mondja, hogy Kálmán, gyere, majd rúgok, fölrúgom, és gól lesz. Hát rúgja a szögletet, de a Jassin védett. És akkor láttam, hogy elrúgja a francba a labdát. Bobby! Kálmán! Lehet, Jassin, te odafejezz gólt? Nem. Bementük az öltözőbe, azt mondja, majd most 2-0-ra vezetnek, Jassin abban nem jön ki a másik félidőbe, és akkor most mehetünk. Megyünk ki a másik fél időben, ott is vagy 100, nem tudom, hány ezer néző volt, nagyon nagy rendező volt a Jassinak. Jön ki az öreg. Szóval Bobby, Kálmán, megbeszéltük, hogy ő neki nem rúgunk gólt. Na, még egy 10 percig volt, bohóckodott a kis öreg, nagyon aranyos pali volt egyébként. 10 perc után letolták, ment körbe, ünnep és stb. Na, beintett a Bobby, hogy most. És akkor az is berúgott egy szögletet, és akkor 11-es ponton sikerült eltalálni, hogy befejjel, nem? De hát ez mind a rúgóktól volt, hogy hova tudták rúgni a labdát, és hova kell nekem érkezni. Aztán amikor kiegyedül 2-2, akkor azt mondtam a Bobby Csáta, hogy na, akkor most vége. De mondjuk az is jó volt, szép volt, hogy ott tudtam ezt a dolgot. Akkor az U-vezérelnek volt a búcsújátékát, ott meg arra kellett vigyázzak, hogy az U-vezérel, ahogy rám vezetik, menjen el jobbra vagy balra, volt tudjon rúgni, mert én voltam ugye a center, illetve a középhátvéd akkor abban az időben, de akkor nem tudtam gólt elérni. De a klubban is nagyon sokat tudtam segíteni így. Hát ahhoz képest, hogy centerhalf és középpályás, tehát védőjátékos voltam. Hát azt hiszem a Vasas csapatában nem sokat, egy olyan 30-32 gólt, amit tudtam elérni. A válogatottban is fő van írva valahol, de nem szoktam ezt figyelni. Ezt meghagyom a gólövőknek. Azok annyira szeretik a Puskástól kezdve, a Dunai kettő ma is azzal, hogy melyik meccsen mikor rúgta, ő az egyetlen gólt, és ő volt a legnagyobb császár. Hát tényleg az a legszebb gólt rúgni, aki csatári közületek, azt tudja majd, hogy mekkora tiszteletnek örvend, hogyha gólt tud rúgni. Amennyiben nincs több kérdés Mészöly Kálmánhoz, akkor úgy ígéretünkhez híven Mészöly Kálmán ki fogja sorosolni a 6 darab Mészöly képet, és a fődíj egy Dőr Adidas labda. Benne van? Na gyerekek! Mondjam? Az utolsó két számot kell mondani vagy? Vagy mit kell mondani? 944. Na látod, megsimogattam a fejedet, nem vettem észre, amikor bejöttél? Na látod, megtaláltam neked. Az anyád Isten, itt van, nézd meg, 94. Gratulálom. Ezt ne felejtsd el, hogy ezt mit köszönhetsz nekem. Milyen klasszok volt kezdetben. És a következő számot is. Elnézést! 963-as. Herman tanár úr. Tanár úr is? Sportember. Gratulálok. De meg ne ellenőrzöm el azt. Ez nagyon komoly dolgot vannak. Azaz, szépen. Nagyszerű. Mi is köszönjük. Mind 9-esek ez az? 931. Ó, nézd oda az izgalmat. Egy kis legény, gratulálunk neki. Fekete Jancsi vagy, nem?
Mi jó, elvettek. Bármilyen kicsit, nehogy itt idő megvezetés volt már számára. A számos tépben gratulálunk. Ti srácok, milyen jó, hogy dolgoznak itt. 969. Jól mondom? 969-es. Leskó, ide volt. Gratulálunk. Azaz. Valami? Kilencszáztizennégy. Na. Tessék, a kisfiúbe van. Egy fiatal ember. Gratulálom neki is. Gratulálom. Adi, na, akkor ezt most nagyon összekavarjuk. Kavicoljuk. Mészői Kálmánhoz aláírásával. 942. Zsófa László! Ettől én ennek kiváló futballista. Gratulálom neki! Hát szerintem Laci most már kezd. Szerintem Laci kezdhet is dekázni vele. Gratulálom! Megvan. Gratulálom Zsófoknak! Nagyon szépen megköszönöm valamennyünknek a részvételt. Ugyan tiltakozott ellene, de azért engedjék meg, hogy bemutassam Mésző Kálmán úrnak a feleségét, aki elkísért őt Hernád Németibe. Bardi Gyöngyi 386-szoros magyar röplabdázó válogatott. Hát, és még egyszer köszönünk mindenkinek mindent, remélem jól érezték magukat, és hízunk benne, hogy lesz folytatása. Sok örömet, boldogságot és sok sikert kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy sokan eljöttek. Viszontlátásra!